Szeretettel üdvözöllek benneteket a mai közlekedéstechnikai napok alkalmával. A mai témánk hétköznapi közlekedés kultúra lesz. 2016-ban kezdtük meg az általános közlekedési tagozat elnöke Horváth Zsolt Csaba lehetőségével a konferencia sorozatunkat. Korábban élő konferenciák voltak, ez a Budapesti Műszaki Gazdaságtudományi Egyetemen zajlott le. Sajnos a jelen esetben a vírushelyzet miatt Microsoft Teams videokonferenciát tartunk. A kezdet-kezdete, tehát 2016 áprilisában volt az Egyszer volt, hol nem volt című előadás sorozatunkkal. 2021 év végéig 92 szakmai rendezvényt tartottunk. Nagyon érdekes a mostani hétköznapi közlekedési kultúra. Előző év szeptember 29-én és 21-én tartottunk, ahol Globosinski György tartott forgalomszabályzás a közutakon, illetve a villamos közlekedés és azzal kapcsolatos anomáliák a szabályozásokban, Mészáros András előadásában. Ugyanúgy Globosinski György pedig különböző témákat vetett fel nekünk az elkövetkezendő időkben. Nézzük meg, ez volt a közúti rendelkezések egységes szabályozása, a KRESZ. Budapest rendőr főkapitánya a 17.902/1901-es számú rendeletében hazánkban első alkalommal szabályozta a gépjárművek közlekedését, igaz, hogy ez kizárólag a főváros viszonylatába tehette meg. Nézzük, mi volt ez. Megengedett legnagyobb sebesség széles és kisforgalmi úton 15 km/h, keskeny vagy nagyforgalmú úton 10 km/h, lakott területeken kívül az útvonal szabad 30 km/h volt. 1910 óta a személyautók belterületi menetsebessége maximum 25 km/h lehetett. 1931-től az autóbuszoknak megengedték, hogy lakott területen az útviszonyok megengedik, a korábbi 12 km/h helyett már 40 km/h sebességgel száguldozhassanak. 1954-től lakott területen kívül autóbusz már akár 60 km/h sebességgel is közlekedhetett. A személyautók legnagyobb sebességét viszont nem korlátozták. Az 1974-es KRESZ szerint a személyautók autópályán maximum 120, egyéb úton 100 km/h sebességgel közlekedhettek. Vidéken 1941. június 6-ától, Budapesten pedig november 9-től lépett életbe a jobbra hajts. Nézzük ezt a görbetükröt, amit tovább folytathatnánk, csak úgy címszavakban. Mélyen a zsebébe kell nyúljon, 50 helyett 131 km/h ment Békés Csabán. Sokkal több a baleset, mint egy éve. Ellenőrzéssel a gyorshajtók ellen. Lassítson, mert mindenkit hazavárnak. Nézzük meg, hogy 30-as övezetté változtatnák a civilek Budapest egy petícióval. Haladéktalanul meg kell szüntetni azt az állapotot, hogy a legtöbb budapesti állandó félelembe él, nem szenvednek-e súlyos közlekedési balesetet ők maguk vagy szeretteik. Ezen a helyzeten úgy lehetne leggyorsabban átfogóan változtatni, egyes főútvonalakon kívül minden útvonal 30 km/h sebességkorlátozást vezetnének be. Grázban egy ilyen intézkedés hatására 24%-kal csökkent a súlyos balesetek száma. Nézzük meg az EU-t. Sebességkorlátozást javasol az EU. Csak szigorú közlekedésbiztonsági intézkedésekkel, például lakott területen 30 km/h sebességkorlátozással szüntethetők meg 2050-re a halálos közúti balesetek az Unióban. Minden évben 22.700-an halnak meg, 120.000-en pedig súlyosan megsérülnek az utakon. A halálozási arány folyamatosan csökkenése az utóbbi években leállt, és az Uniónak nem sikerült megvalósítani azt a célját, hogy 2010 és 20 között felére szorítja le a halálos közlekedési balesetek számát, azok csak 36%-kal csökkentek, számolt be az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodája. A sebességkorlátozás és az ittas vezetés.
A halálos kimenetelő balesetek 30%-ánál kulcsszerepet játszik a gyorshajtás. Bizottságnak ezért ajánlásokat kellene megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy a járművek sebessége hogyan korlátozható a biztonságos szintre, például legfeljebb 30 km/h lakott területen, és ott, ahol sok a gyalogos és a kerékpáros. Ezen felül minden országban zéró toleranciát vezetnének be a sofőrök alkoholfogyasztásával kapcsolatban, megjegyezve, hogy az összes halálos közlekedési baleset negyedénél az alkohol is szerepet játszik. Nézzük meg a mobilozás és ösztönző. A képviselők javasolják, hogy a bizottság vezessen be a mobil és elektronikus eszközökre a biztonságos vezetési módot, amely korlátozná a vezetők figyelmét elvonó üzeneteket. Nagyon érdekes lesz itt majd Mészáros úr előadásában, látunk egy sor videót, ahol a mobil eszköz használata miatt váltak baleseti szituációk. Elana Kuntomer a jelenlevők szerint az a cél, hogy 2030-ra megfelezzük a halálos áldozatok számát. Tudjuk, hogy mi okozza a halálos baleseteket, ezért felszólítjuk a bizottságot, hogy támogassa például azt az alacsonyabb, különösen a lakott területekre érvényes 30 km/h felső sebességhatár bevezetését, gyorsítsa fel a felváltás minden más közlekedési eszközre. Na nézzük meg az általános sebességkorlátozásokat, vagy mik a maximális sebességek. Külföldre utazik például Németországba. Lakott területen belül 50, lakott területen kívül 100, autópályán ajánlott 130 km/h, Ausztriában hasonló, nálunk csak annyi van, hogy lakott területen belül 50, 40 km/h motoros triciklik esetében, lakott területen kívül 90, és autópályán, autótól 130/110 a km/h sebesség. De nézzük, drámai szigor jöhet a német utakon. Németországban jelentősen emelkedtek a közlekedési bírságok, elfogadják a kerékpárosok védelmére szolgáló törvénytervezetet. Nézzük meg, érdekes, milyen bírságtételek jöhetnek. Akik tilosban parkolnak, eddig 15 eurós büntetéssel nézhetnek szembe, ez 55 euróra nőhet. Aki lakott területen belül 16-20 kilométerre túllépi a megengedett sebességet, az 35 helyett 70-et fizet. Aki 50 helyett 91-el megy, eddig 200 euróról 400 euróra emelkedik a büntetési tétel. Aki engedély nélkül mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyen parkol, 35 euró helyett 55 eurót fizet. Aki járdán, kerékpárúton parkol, 100 eurót fizet. A leállóság használatáért, ez már érdekes, 200 és 320 euró közötti bírság jár, plusz egy hónapra elveszik a jogosítványát. Új szabály, ha valaki az elektromos autók vagy autón megosztó rendszerben működtető járművek helyére parkol, megint büntetést fizet. Érdekes, ha a terhatósok gyorsabban kanyarodnak jobbra lakott területen, mint a gyalogosok sebessége, 70 eurós bírságot kapnak. Ez is érdekes, hogy a felesleges zajkibocsátásért vagy céltalan autózásért nem elírás, itt azokra kell gondolni, akik például egy parkolóban vagy az úton fel alá kocsikáznak, tehát 20 eurót kell fizetni, de ha a törvény elfogadja, akkor ez 100 euró lesz. Azt is érdemes megnézni, hogy 417-tel száguldott egy háromsávos autópályán, és felvették az egészet. Nézzük meg, az Origón jelent egy cikk, hogy vissza az alapokhoz, sokan ezekkel sincsenek tisztában az utakon. Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted. Piros, a stílus. Minden kresztan folyamon unalomig ismétlik a régi ritmust, de nem alaptalanul teszik. Követési távolság. Követési távolság a közút biztonságos alapköve, érdemes az autópályán néhány perc figyelmet szentelni a követési távolság betartását segítő útszakaszokon a felfestésre.
Ha nem látunk két jelet a követő autóig, akkor túl közel vagyunk. Jobbra tarts, és akkor mondhatnánk a gyalogátkelő helyek, az index használatát, a biciklisekre való figyelmet, a mobilozás és a sorompók és ítágdása. Nézzük ezeket a szösszeneteket. Újabb autós ütközés a tramtrén vonalán most Szegeden. Felháborító videó büntetőfékezés miatt ütközött több autó az M1, M7-es bevezetőjén. Na most nézzük meg, itt beszéltünk Németországról, nézzük meg, milyen követendő példát vonhatnánk le. Szigorítják a román kreszt, ezentúl az erőszakos vezetést is büntetik. Nézzük, mik ezek. Másik járművet veszélyesen megközelítve, indokolatlan fékezéssel vagy más módon próbálja megfélemlíteni, leszorítani annak vezetőjét. Villogással, dudálással követeli, hogy az előtte haladó szabadítsa fel a sávot. A forgalmi sávok közt cikázik, kerekeket pörgetve indul. Kétkerekű járművet egy keréken vezet. Szándékosan megcsúsztatja a jármű kerekeit. A kézifék berántásával fordítja vissza a járművét. Környezetét zavaró módon hangosan túráztatja a motort. Az agresszív vezetés a második szabálysértési kategóriába sorolja a román kreszt, vagyis ezért nem csak 580-725 lejes pénzbírságot, hanem 30 napra felfüggesztetik a vezető engedélyt is. Amennyiben erőszakos vezetés, stb., akkor még további szankciókat is tudnak alkalmazni. Egy-két gondolatot hagyj mondjak el nektek a következő közlekedés technikai napokon. Régi magyar vasúti járműveink lesznek, három, a levezető elnök és a beszélgetés vezeti Kisteleki Mihály. Érdekes lesz a Hódita Retro, Mucsi Barnabás, a 269-es gőzmonitor felújításának jelenlegi helyzete, Molnár Tibor, a HÉV M8-as motorkocsijának, a SP15-ös sportkocsijának története Szécsi Istvántól, majd háttérjegyzetek és tanulságok a V43-as sorozaton mozdony forgóvázának kifejlesztéséből és magyarországi üzeméből Kis Csaba, majd fogaskerekű gőzmozdonyok Magyarországon, dr. Malatinszky Sándor előadásában. Ezt nem szeretném a jövő évi programot felolvasni, de nézzük a mai napot. Tehát engedjétek meg, hogy én Aszódi Sándor, Horváth Zsolt Csaba helyett a KTH-s közlekedési tagozat titkára, inkább a bevezetőt elmondhattam, majd utána megkérjük levezető elnöki megnyitott Pető Attila, kreszt professzor, közlekedési szaktanár bevezetőjét, majd a passzív biztonsága közutakon, a KRESZ, Lobosinszky György, a Budapesti Rendőrtiszti Főiskola nyugalmazott oktatója, majd a villamos közlekedés és az azzal kapcsolatos anomáliák a szabályozásban, Mészáros András, forgalmi üzemviteli mérnök, villamos forgalmi üzemeltetési osztály, villamos forgalom előkészítő csoportjából, majd a sorompós veszélyeztetés Husár Gábor, MÁV ZRT vasútbiztonsági igazgatóság szakértője. Sajnos a pofátlanítás dr. Mészáros Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar közbiztonsági tankszékének előadója nem tud jelen lenni a mai konferencián, ezért megpróbáljuk kitölteni az ő időjét is. Egy-két technikai tudnivaló, tehát felkérlek benneteket, hogy a kamerát és a mikrofont kérjük kikapcsolni, természetesen az előadók igen. Írásos hozzászólás lehet a chat alkalmazásával, illetve készfeltartás, mikor személyesen lehet a kérdéseket feltenni. Én ezeket most lapozgatom. A KTH rendezvényről videófelvételt készül, melynek célja a rendezvények megörökítése. Az elkészült felvételek a KTA honlapján, online közösségi felületein, valamint további kiadványok és közlésre kerülnek. Tehát a rendezvény alatt videófelvétel készül, ezt egy YouTube csatornára, Sándor Aszódi YouTube csatornára feltöltjük, ezt megosztjuk a KTA-vel, megosztjuk a közlekedés technikai napok Facebook csoportjával.
Itt van a közlekedésnek önök Facebook csoportja, jelenleg 976 taggal. Várunk bennetek is a Facebook oldalinkon. Előzetes információt kaptok és összegzést a közelmi eseményekről és a korábbi eseményekkel kapcsolatban. Köszönöm a figyelmeteket, és legyen részünk egy sikeres konferenciában. És megkérném akkor Pető Attilát, hogy tartsa meg a levezető elnöki megnyitóját. Reméljük technikailag minden rendben, hallani, látni. Igen, köszönjük. Köszönöm szépen. Hát nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek, és bevallom őszintén meg is lepődtem, hogy meghívást kaptam, amit természetesen örömmel elfogadtam, mert azt mondtam magamba, hogy akkor az a munka, az a tevékenység, amit eddig csináltam, és nem titok, jövőre lesz 35 éve, hogy foglalkozom ezzel a témával, ennek van egy értéke. És ez valahova eljutott, hogy ebben a körben is beszélgethetünk, elmondhatom az én gondolataimat is a közúti közlekedésről, a KRESZ-ről, sőt, hát mivel közúti oktatóként is működök, egy picit talán ma bevonnám az oktatást is ebbe az előadásba, hiszen végül is az a címe a témának, hogy alapvetően a közlekedés biztonság, a közlekedési, hétköznapi kultúra, amiről Sándor is eddig beszélt, ez nagy mértékben összekapcsolódik, mint a KRESZ szabályok ismeretével, mind az oktatással, mind azokkal a témákkal, amivel kollégáim készültek. Engedjék meg, hogy az elején pár szóval azért egy nagyon rövid bemutatkozást tegyek, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri a tevékenységemet. Hétköznapi néven Pető Attilának hívnak, és hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy a médiumok már évek óta úgy hivatkoznak rám, mint a KRESZ professzor. Talán ennek a történetét azért hagyj meséljem el, volt egyszer egy rádióadás, ahol ilyen betelefonálók voltak, és mindenfélét kérdeztek, és valahogy megpróbáltam mindenre pontosan, hitelesen válaszolni, és akkor megszólalt a műsorvezető, hogy te mindent tudsz a KRESZ-ből? Hát akkor te olyan vagy, mint egy KRESZ professzor, és azóta hordozom ezt a megtisztelő megnevezést, úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönöm azoknak, akik kitaláltak, és megpróbálok ezért tenni. Talán a legismertebb forma most már az a YouTube csatorna, amit KRESZ TV-nek neveztem el, és most már nem titok, több mint 3 éve működik ez a csatorna, ahol megpróbálok közlekedéssel, KRESZ-szel, oktatással kapcsolatos filmeket készíteni. Épp Klobusicki Gyuri barátommal, mondhatom, így beszélgettünk itt a adás előtt, hogy valamikor a 70-es években voltak közlekedési tanítófilmek, néha még a csatornákon elő is jönnek ezek a fekete-fehér előzéssel, vasúti átjáróval kapcsolatos filmek, amit akkor készítettek, és nagyon nagy bánatom nekem, a szakma nevében mondhatom, hogy jelenleg gyakorlatilag, ha beírjuk a KRESZ-t a keresőkbe a YouTube csatornál, akkor csak én jövök ki, és csak én foglalkozok ezzel. Hát viszont számomra ez egy nagyon nagy, mondjuk, előny, meg megtiszteltetés, hogy így is szólhat a közlekedő emberekhez. Most már ez a csatorna egyébként 60 ezres feliratkozással büszkélkedhetik, ami azért egy csatornát nézve egy jó eredmény, és tényleg megpróbálok különböző szintű, színvonalú filmekkel, bejátszásokkal, anyagokkal segíteni. Elsősorban azért, hogy a biztonságos közlekedés támogassa, milyen formában is segítsem. Egyébként, mint említettem, 35 éve közlekedési szakoktató vagyok, illetve ezen belül is a kedvenc témám a KRESZ, tehát megpróbáltam mindig is annyira belemélyedni a szabályok ismeretébe, a szabályok alkalmazásába, hogy valamiféle úttörő munkát tudjak ebben a témában végezni, és hát valóban egyedi tanítási módszerek kidolgozásával, ezeknek a szabályoknak a magyarázásával próbálok, hát úgymond, feltűnést kelteni a szakmába is. Hát el kell mondanom, nagy-nagy sikerrel. Biztos sokan tudják, hogy jelen pillanatban ma már Magyarországon lehet úgynevezett távoktatási, azaz e-learninges formában is tanulni azoknak, akik jogosítványt szeretnének. Sőt, ma már a távoktatásban tanulók aránya 70%-ot súrolja, mondhatni azt, hogy a tantermi képzésnek a mennyisége csökken, de mégis sikerül egyfajta úttörő munkát csinálni ebbe a tantermi képzésbe, és mondom, olyan szinten tanítani, hogy szeretnek jönni a tanulók, és hallgatnak minket, és értelmezzük a szabályokat. És ez igazából azért jó nekem, és ez kapcsolódik a mai témához, mert rengeteg megkeresést kapok telefonon, e-mailekben, vagy az említett csatorna hozzászólásain keresztül, hogy segítsek már, mert
ez meg az nem pontos, nem tudjuk jól a szabályokat, és hát persze megpróbálok ebbe segíteni. És épp amíg Sándor mesélt a külföldi példákról, hogy milyen tervek szerepelnek akár a német kreszben, akár a román kreszben hallhattuk, egy kicsit csóváltam a fejem, hogy de mintha itthon egy picit le lennénk maradva. Évek óta halljuk azt, hogy a kresz szabályait korszerűsíteni kéne, egy kicsit pontosítani kéne, egyszerűbbé kéne tenni, be kéne vonni olyan dolgokat, ami eddig nem létezett, lásd az elektromos rollerokat. És mondom, így csóválom a fejem, hogy ne, hát hol vagyunk, hol ez a folyamat, és hát hiába próbálunk itt a háttérben úttörő munkát végezni, azért itt nyilván majd a jogalkotásnak, vagy úgy is mondhatom, a politikának is követni kell ezt az egész folyamatot, és tényleg remény, hogy egyszer valóban olyan kressz szabály legyen, amit mindenki egységesen jól tud értelmezni, mert ezekből a megkeresésekből bizony-bizony azt tapasztalom, azt látom, hogy az embereknek egyrészt a tudása nem pontos, rengetegféle fajta tudást hoztunk magunkkal az évek során, amit még a legelső kresztanár tett a fejünkbe, és aztán itt-ott hallottunk, illetve hát a másik téma a szabályok tisztelete, hogy tudom, hogy ez a szabály, de nem úgy csinálom a valóságban, vagy nem akarom úgy csinálni, vagy nem úgy hozza az élet, vagy mondom, a szabály nem egyértelmű. Nagyon érdekes, hogy mondjam el a tevékenységemmel kapcsolatban, hogy elkészítek egy filmet, vagy egy írást egy adott kressz szabályról, egy adott helyzetről mondjuk a belváros utcáiba, és utána jönnek a viták, és én is meglepődöm, hogy én, mint Pető Attila szakoktató kressz professzor, hiába állítok valamit, hogy már pedig ez így szerepel a kresszbe, és mégis jönnek azok a meddő viták, hogy de hát annak idején nem így tanultuk, nem így magyarázták, és bizony be kell látnom, hogy az évek hosszú során nagyon sok probléma merült fel a szabályok értelmezésével kapcsolatban. Aki régóta szakember a témában, az nagyon jól tudja, hogy a kressz maga egy jogszabály. Nyilván bármilyen baleset esetében, szabálysértés esetében a jogszabály a mérvadó, de évtizedeken keresztül volt egy úgynevezett útmutató vagy magyarázat, ami a szabályokat tovább magyarázta, mert hiszen nem lehet minden helyzetre konkrét megfogalmazást tenni egy jogszabályba, és ez annyira benne maradt a fejekbe, hogy most már, hogy 15 éve nincs ez az útmutató, még mindig próbálunk rá utalni, hogy bezzeg annak idején ezt leírták, hogy csak egy rövid példát mondjak, ilyen téma például a kölcsönös udvariasság, ez a fogalom valamennyi kressz könyvben, tankönyvben annak idején benne szerepelt. Mondjuk a legismertebb példa, amikor szemből balra kanyarodik két jármű egy útkereszteződésben, keskeny az útkereszteződés, nem férnek el egymás előtt vagy mögött, és akkor hogy oldjuk meg ezt a helyzetet? Kressz egyértelműen rögzíti a szabályt, hogy balra kanyarodásnál elsőbséget kell adni a szemből érkező, egyenesen haladó vagy jobbra kanyarodó jármű részére, na de nincs ott a balra kanyarodó. Tehát ha mind a kettő balra megy, akkor erre nincs konkrét kressz szabály. Hát persze annak idén az útmutatók, meg a tankönyvek rögzítették, hogy ilyenkor a kölcsönös udvariasság dönt. Egyébként magát a fogalmat se értem, mert szerintem az udvariasság az pont az a lényeg, hogy egy oldalra megy, és nem kölcsönös. Úgyhogy ma már inkább azt mondjuk, hogy meg kell egyezni, de egy nagyon jó példa, hogy a kresszben, mint jogszabályban nem szerepel, az életben rengetegszer előjön, alkalmazni kell, és ezért meg kell magyarázni, hogy hogyan kell egy ilyen szituációt hallani. És akkor még nem is beszélek olyanról, ez a kedvenc témám, amikor egyenrangúban jön három autó, kettőnek jobbkész szabály van, egy kanyarodás szabály, és ott is hallunk, mondanak mindent, és vége láthatatlan, úgy szoktam mondani, vérre menő viták mennek az interneten, mert az a tapasztalat, hogy a kressz az, amihez úgy gondolja mindenki, hogy ért. Persze a probléma akkor van, amikor valami baj történik, baleset, vagy szabálytalanságért megállítanak, megbüntetnek, na akkor jön a sopánkodás, hogy ez, hát nem is tudtam, hogy van ilyen a kresszbe. Kedvenc példám, megtörtént eset, Lajos bácsi esete, aki 30 éve jár a Balatonról egy kis utánfutóval föl le, szinte minden héten többször is, az autópályán, és egyszerre csak kapott egy büntetési cédulát, vagy egy levelet, hogy hát bizony, gyors hajtásért megbüntetik, mert 110-zel ment. És akkor Lajos bácsi fordult hozzám, de hát autópályán 130-al lehet menni, mondom, igen, Lajos bácsi, de nem utánfutóval.
Hát ő erről nem hallott, mióta van ez a Kresszben. Hát mondom, én amióta tudom, a Kresszben az szerepel, hogy személygépkocsi járműszerelvényként utánfutóval csak 80-nal mehet. Hát ő ilyenről soha nem hallott. Tehát rengeteg ilyen történetet tudnék mesélni, ami a szabály ismerettel kapcsolatos, és hogy egy kicsit kitekintsek az oktatás felé, azért nem vagyunk könnyű helyzetben, mert ezeket a félremagyarázott, ezeket túlmagyarázott szabályokat a tanulók hozzák magukkal a Kressz oktatást, hogy apukám azt mondta, hogy a villamosnak mindig elsőbsége van, na ez a kedvenc mondatom, amikor így engedik el a fiatalokat a tanfolyam, és hogy szedjem ki ezt a fejéből, hogy de hát ez nem igaz, mert a villamosnak nincs mindig elsőbsége, ugye, majd ma lesz is téma a villamos, úgyhogy biztos, hogy kitérek még erre. Tehát nehéz helyzetben vagyunk, mert a fiatalok, hát ismeri persze a mai fiatalokat, eleve úgy jönnek, hogy ők nagyon okosak, nagyon ügyesek, mindent tudnak, nekik nagyon könnyű lesz megtanulni, vezetni, és igazából így szembesülnek, hogy ez a világ nem is olyan könnyű, mármint a közlekedési ismeretek szempontjából. Tehát nagyon nehéz feladatunk van az oktatásban. Ma már nem titok az, hogy a tanulók nem 30 óra után kapnak vezetői engedélyt, hanem bizony főleg a nagyvárosokban 50-60-70 órát is kell vezetni, és nyilván ennek az a magyarázata, hogy más a tanult kressz, más a szabály, és más az, amit az életbe alkalmazni kell. Ugye mindig el szoktam mondani, hogy ha megnézünk egy kressz példát, mondjuk ami a vizsgán is szerepel, az egy ideális, derékszögű, merőleges kereszteződés, három érkező járműve. Hát ilyen nincs a valóságban. Tehát a kereszteződések valós kiépítése, formája, az annyira egyedi, hogy hát a tanulóknak ezt meg kell tanítani a vezetés során, hogy most akkor vonatkoztassunk el, mi volt annak idején a tankönyvben, meg esetleg a vizsgán, ez a kereszteződés messze nem úgy néz ki, mint a többi. Kiváló példa erre, most is kaptam erről levelet, és szinte minden héten, amikor egy kereszteződésben szemből van két elsőbségadás tábla, úgy, hogy az egyik oldalon elsőbségadás kötelező szerepel, a másik oldalon pedig stop, azaz állj elsőbségadás kötelező tábla, és ugye az érkező a stop tábla felől érkező jármű egyenesen megy, az elsőbségadás kötelező felől pedig balra kanyarodik, és leállnak vitatkozni, de a stop tábla erősebb tábla, mint az elsőbségadás tábla. És ugye ilyen az életben van, bármilyen hihetetlen, úgyhogy egyébként a Kressz könyvek példáiba se szerepel, és ugye a Kresszben sincs rögzítve, és akkor el kell magyarázni, de a Kresszben rögzítve van a kanyarodás szabálya, amire ugye a táblák ilyen szempontból nincsenek hatással, meg ahogy szoktam mondani, hogy a két tábla között végül is az a különbség, hogy a stop táblánál mindig meg kell állni, az elsőbségadás kötelező táblánál pedig gyakran meg kell állni, és ha már mind a két jármű áll, akkor már olyan mindegy. Tehát ezeket kell a fejekből kiszedni, és mondom még egyszer, nem vagyunk könnyű helyzetben, és mivel Gyuri barátomnak lesz egy témája, passzív biztonság a közutakon, ezzel kapcsolatban még egy érdekes gondolatot hagy mondjak el, hogy bizony nekünk is fejlődni kell az oktatás során, hiszen 2022-t írunk, egyre újabb és modernebb autókkal találkozhatunk. Itt például benne volt a követési távolság, ugye egy kiemelt baleseti forrás, ugyanakkor úgy tudom, a mai újonnan gyártott autókban már mindegyikbe be kell szerelni ezt a bizonyos adaptív követési technológiát, hogy az előttem fékező esetén akár az autó képes legyen magától is megállni. Na most az a lényeg, hogy akkor ezt az oktatásba bele kéne emelni, tehát ezek a korszerű eszközök ma már ott vannak az autóba, és bizony mi még azért mindent úgy tanítunk, persze helyesen, hogy egy holteret úgy figyeljünk meg, hogy nézzünk hátra, ugyanakkor ma már a legtöbb új autóban ott van a tükörben a holtérfigyelő rendszer, tehát persze nézzünk hátra, mert ki tudja, milyen autót vezetünk, de tanítsuk meg azt, hogy egy ilyen rendszert hogyan kell működtetni. Vagy ott vannak a parkolás segítő eszközök, talán sokan nem tudják, jelen pillanatban például még mindig nem lehet tolató radart használni az oktatásnál a vizsga során, oktatás közben persze meg lehet ismertetni a tanulót, de a vizsgánál ugye a tanulónak hagyományos hátranézéssel és megfigyeléssel kell megoldani a parkolási feladatot. Tehát van itt jövőbe mutató kötelességünk és feladatunk is, nekünk is az oktatás során, hiszen a fiatalokat a jövőre kell felkészíteni. Hiába mondják sokan azt, hogy jó, de lehet, hogy egy régi Ladát fog vezetni, azért erre ma már kisebb esély van. Hál' Istennek azért hagyd dicsekedjek el, hogy ma már az oktatásban az oktatók olyan szinten állnak, hogy egyre modernebb és korszerűbb autókkal tudnak oktatást végezni, sőt, elmondom, hogy egyre népszerűbbek az automataváltós megoldások is.
tanulók is rájöttek, hogy könnyebb megtanulni automataváltóval, illetve hát a jövőben most már valószínű automataváltós autóink lesznek csak, tehát ennek a vezetése ugyanúgy a hétköznapoké lesz, mint ami volt régen a manuális váltóval kapcsolatban. Úgyhogy röviden ennyit szerettem volna mondani rólam, egy kicsit a Kresszről, egy kicsit az oktatásról a bevezetőben, illetve úgy gondoltam, hogy minden téma előtt egy pár gondolattal felvezetném az előadót. Ugye a Klobusicki György, a budapesti rendőrtiszti főiskola nyugalmazott oktatója lesz az, aki a következő témát majd elmondja, a címe Passzív biztonság a közutakon. Hagy mondjam el, hogy Gyuri vagy Gyuri bácsi sokaknak nekünk nagyon nagy példaképünk, hiszen ő is valamikor úgy kezdte, hogy oktatás és foglalkozott ebben a témával még az autóközlekedési tanintézetek korában, és mi nagyon sokat tanultunk tőle. Mi csak úgy hívjuk, hogy látványpedagógia, amit Gyuri tulajdonképpen elkezdett, és amit páran próbáltunk is fejleszteni, vagy egy kicsit még felül is múlni, talán ezekkel a videókkal azért néha talán sikerül is, tehát hatalmas példaképünk, és amikor ő megszólal és beszél, hát egyszerűen nem lehet nem odafigyelni, és aktívan részt venni abban a témában, amiről beszél. Passzív biztonság a közutakon, nagyon sok mindenről fog beszélni, annyit háttérinformációként hagy mondjam, hogy természetesen mi a Kressz tanfolyamon, illetve az autóban is a passzív biztonsági rendszereket megismertetjük a tanulóval, hát ennek legjobb példája természetesen a biztonsági öv, és érdekes dolog, hogy pár évvel ezelőtt a Kresszben még szerepelt az, hogy oktatás közben az oktatónak nem kellett biztonsági övet használni, és aztán jött egy ilyen vonal, hogy akkor innentől ez nem jó ez a szabály, egyet is értek egyébként ezzel, és akkor oktatónak, vizsgabiztosnak, tanulónak használni kell a biztonságövet, érdemes bepillantani egy mellettünk elhaladó tanulókocsiba, és valóban példaértékű az, hogy mind a három szereplő, tehát akár egy vizsgán a vizsgabiztos is, bizony azzal kezdi a közreműködését, hogy bekapcsolja magát. Tehát mondom, ezeket az eszközöket mi használjuk, tanítjuk elég alaposan, Kressz vizsgán kérdések is szerepelnek ezzel kapcsolatban, de szerintem a témát teljesen átnézni és kivesézni Klobusicki György fogja, úgyhogy Gyuri, megkérnélek, hogy akkor tartsd meg az előadásodat. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a felvezetést, meg a Lajos bácsi példát is, mert ez nálam is szerepel, hogy 37-szer változott 1976. január 1-je óta a Kressz, és az a kérdés merült fel bennem, hogy és ezt honnan tudják a vezetők? A Lajos bácsik meg a szomszédja. Hogyha a rendőrség akkor, amikor bevezették a védákat az autópályán, tartott volna egy rövid tájékoztatást, hogy tessék figyelni, különösen az utánfutós személygépkocsikra, mert most már mérjük a sebességüket, mert a véda megkülönböztette a személyautót, terrautót, buszt, egyebet, akkor a Lajos bácsi is megtudta volna este a híradóból, csak csodálkozott volna, hogy anyu, később fogok ezentúl hazaérni, mert nem jöhetek 110-zel, csak 80-nal. De azt csak zárójelben mondom, hogy kizárólag Magyarországon van ez a 80-as korlátozás utánfutóval, tehát az külföldiek se tudják. Tehát magasabb korlátozások vannak, tehát a németek, a románokról nem beszélek, mert nekik mindegy, de mármint, hogy nálunk, akik jönnek az autópályán, de nincs ilyen 80-as korlátozás, hogy csodálkoznak a németek, hogy was ist los, mert ugye ők is kapják a csekkeket. Na ennyit erről a Kresszről, de szó lesz erről még, úgyhogy én köszönöm szépen a felvezetést, és akkor indulna a program. Na, ez az. Hát akkor kezdünk. Kiszki Györgynek hívnak, mint ahogy az pontosan el is hangzott. Egy alkalommal már voltam itt a KTL-ben, akkor forgalomszervezés volt a témakör, forgalomszabályozás. Ezek után Sándor még egyszer meghívott, hogy valami hétköznapi témáról is legyen már szó. Hát én ezt nagy örömmel vállaltam, és akkor kezdjünk.
Mi is az, hogy közlekedés? Mi is az, hogy közúti közlekedés? Személyeknek és dolgoknak áramlott termékeknek olyan helyváltoztatása, amely sajátos technikát különök igénybevételével részint a közlekedésben dolgozó termelő munkán révén tervszerűen ismétlődve, részint nem termelő egyéni tevékenységén valósul meg. Én sem tudom elmondani, ez olyan komplikált. Közlekedés ennél sokkal egyszerűbb. Amikor valaki egy kapu kijáron kijön, de nem megy be egy másikon, az közlekedik. Ez ilyen egyszerű. Mindaddig közlekedünk, amíg egy másik ajtón kapunk be nem mentünk. Közlekedésben vannak a gyalogosok. Vannak a csak gyalogosok, és vannak az átmeneti gyalogosok. Átmeneti gyalogos például, aki a kerékpárját tolja át a zebrán, mert ugye azt ma már mindenki tudja Magyarországon, csak tolva szabályos, hajtva nem, sőt, nincs elsőbsége sem, tehát erre azért érdemes odafigyelni. Átmeneti gyalogosnak minősülnek a közösségi közlekedésben utazó, rohanó embertársaink. Felmérték Magyarországon az elmúlt 12 hónapban, hogy ki milyen közlekedési módot használ, és 88%-uk az embereknek közösségit, és látszik 90% személygépkocsiban utasként közlekedik, és 94% gyalogol. Tehát a közösségi közlekedésnek komoly szerepe van természetesen az életünkben. Nem tömegközlekedés, már nem közösségi közlekedés. Egy ideje a tömeg szó helyét átvette a közösségi közlekedés, mert ez nem tömeg, ez egy közösség. Közösségi közlekedésben a legeslegfontosabb, hogy menetiránynak háttalálni, húzásra kapaszkodni az oszlopon. Mert fékezésnél, ütközésnél megtartom magam, és nem törik össze az arcom és a mellkasom. Tehát ez nagyon-nagyon fontos szabály. Átmeneti gyalogosnak minősülnek még az autóvezetők, akik már találtak parkolóhelyet, meg az utasaik. Gyalogosokon kívül vannak a járművek, alapvető rend, otthon az úttesten vannak, és vendégségben vannak a járdán. Gyalogosok otthon vannak a járdán, és vendégségben vannak az úttesten. És rajtuk kívül, még a közutakon itt vannak az állatok is, a vadon élők, illetve a kettelésből tartottak póráz nélkül, mert a pórázosokkal nincs semmiféle gondunk. Egy idő múlva ez a csapat találkozni fog a közutakon. Keresztezik egymás útját. Ezt a találkozást szabályozza Kressz professzor által nevéből is adódóan a Kressz. Ez egy jogszabály. Mindenki indul be az egyirányú alagútba, a Kressz szabályokat nyilván alkalmazni kell és tisztelni is kell. Minek a rövidítése? Közúti rendelkezések egységes szabályozása. Mi vonatkozik utasként, vezetőként az emberekre a Kressz szerint? Hát erről lesz ma szó, tehát erről a szűk körről. Fontos a szabályismeret, és ahogy Kressz professzor elmondta, a szabály tisztelet. Mert az, hogy ismeri a szabályt, az egy dolog. De hát ezt illene tisztelni is. Nagyon-nagyon fontos lenne a szabálytisztelet. Amióta meghirdették, 1/75-ös KPMVM rendelet, 76. január 1-től lépett életbe, azóta kisebb-nagyobb módosítások voltak, van, ahol kidurran, van, ahol nem, van, ahol beragasztják, van, ahol nem. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy 37 módosítása volt 1976. január 1-je óta. És akkor itt a kérdés, hogy honnan tud erről az átlagvezető? Honnan? Hát nem tud róla. És honnan tud az átlag alatti vezető, aki mondjuk ritkán használja, mint Lajos bácsi az utánfutójával? Hát honnan tudná? Ha látta volna a iradóban, biztos nem büntetik meg. Na mióta tudunk közlekedni járművekkel? 1886. január 29-e Adél napja, az automobil születésnapja, a Carl Benz akkor szabadalmaztatta, mutatta be az első háromkerekű személyautót. Abban az évben kezdték építeni az Eiffel-tornyot, abban az évben hirdette meg Pemberton a Coca-Cola receptjét. Ki volt a magyar uralkodónk? Szokásos kérdésem, Ferenc József. Hol a 1915-től bevezette ezt a homokóra alakú üveget, és Ferenc József ihatott már homok óra alapú Coca-Colát. Hát azért ez nem semmi. Magyarországon miközben bejegyezték az autó szabadalmát, a veszélyesebb helyeken jelzőrök nappal piros zászlóval, éjjel lámpával hívták fel a figyelmet a veszélyre, lovak nyakába csengőt akasztottak, hogy figyelmeztessék a gyalogosokat. Hát nálunk ez történt akkor. 85-ben Gottlieb Daimler bemutatta az első motorkerékpárját, így nézett ki, bemutatta az első teherautót,
lecserélték a lovakat egy motorra. 1896-ban Benz maradt a személyszállításnak, bemutatta az első autóbuszt. Ez a két cég egy idő múlva egyesült, ők sose találkoztak életükben, de a két céget egyesítették, és ebből lett 1926-ban a Daimler-Benz. Ki volt a Mercedes, ugye mindig felmerül a kérdés. Mercedes Emil Jelinek nevezetű nizzai konzulnak a lánya volt, a konzul Daimler autókkal versenyzett, mert az autók Daimlerek voltak, Daimler autóval versenyzett, minden díjat megnyert, de nem versenyezhetett a saját nevén, hanem felvette a lányának a Mercedesnek a nevét. És Mercedes úr nyert, Mercedes úr nyert, olyan sokszor nyert, hogy a végén megkért a gyár, hogy nevezhetnénk-e az autókat Mercedesnek. Mondta, persze, tessék. És innen jött a Mercedes név. 2009. október 16-án mi is csatlakoztunk, ugye lerakták Ecskeméten a Daimler AG-nak a Mercedes gyárát. Nagyon sokáig Daimler-Benznek hívták, 98-ban becsatlakozott a Chrysler Amerikából, úgy gondolták, hogy ez egy jó együttműködés lesz. A Chrysler rögtön hozott is egy ilyen európai méretű terepjárót, nagyon kevés van belőle Magyarországon, az az igazság, hogy sikerült egyet szereznem egy nagyon jó pofa autó. Aztán megváltozott ismét, 2022. február 2-ától elbúcsúztak a Daimlertől, és felvették a Mercedes-Benz AG nevet. Tehát mostantól, február 2-ától most már a gyár is Mercedes. Így néz ki Kecskeméten a gyárunk, ahol elkészültek 2021. 10. 22-én az első elektromos Mercedesek is. Ez a hármas csillag jellemzője a Mercedesnek, a négy őselemre utal, föld, víz, levegő, tűz. Földre mutat, vízbe, levegőbe mutat. Hol van a tűz? Ez Mercedes, nem BMW, ez Mercedes. A motortérben van a tűz. Autóra mutat, hajóra mutat, repülőre mutat a csillag egy-egy ága, mert autóba, hajóba, repülőbe gyártottak motorokat. Bemutatták ezeket a Stuttgarti Múzeumokban, így nézett ki az első benzautó valóságban. Ez háromkerekű volt, megbánták, mert folyton fölborult, úgyhogy abba is hagyták, már négykerekű lett a továbbiakban. Ez volt az a hajó, és ez volt az a repülő, amelyikbe ott dübörgött a motorjuk. Lecserélik a háromszöget, tehát időnként pótolni kell természetesen. Utána parkolókocsiknál ez előfordul. A Toyotának 50. évfordulója alkalmából támadt egy brill ötlete, ha már autógyárak logójánál tartunk, és azt mondták, ebbe az egy jelvénybe beleírtuk a Toyota nevet. Így. Benne van a Toyota név a jelvényben. Azért gondolkozhattak ezen egy ideig. Az első magyar Benz Velo autó Magyarországon 1895-ben jelent meg, ez már négykerekű volt természetesen. De ugyanakkor nálunk is ment a fejlesztés, Csonka János a Műegyetemen 1911-ben bemutatta a posta részére készített automobilnak az első változatát. Amivel a szerencsés helyzetben voltam, hogy 2012-ben az akkor még működő közlekedési múzeumban beülhettem egy ilyen autóba, nagyon jó pofa volt, nagyon jó érzés volt. Rendőrtiszi főiskolára nappal is hallgatókkal mentünk, és akkor volt erre alkalmunk. Ülhetünk az év autójában is. 1964 óta minden évben újságírók 7 előterjesztett autóból kiválasztják az év autóját. Az első autó 64-ben a Rover 2000 volt. 67-es évautója a Fiat 124, ugye amiből a Lada lett. 92-ben Volkswagen Golf. 95-ben Fiat Punto. Ezek mai napig futkosó autók, ezek valamikor év autói voltak. 2000-ben Toyota Yaris. 2005-ben megjelent az első hibrid autó, a Toyota Prius. 2011-ben az első tisztán elektromos autó, a Nissan Leaf, és ők lettek az év autói. Ezek lettek az év autói. Opel Ampera 2012-ben szintén hibrid az Opeltől. 2014-ben már két tisztán elektromos autót jelöltek, a BMW i3-as és a Teslát. Nem nyertek. 2019-ben is volt elektromos autó, a Mercedes, a Jaguar, bocsánat, és meg is nyerte. A Jaguar elektromos autója lett az év autója. 2020-ban Tesla ismét indult az összes többi között,
aztán 2021-ben két elektromos autó jött, Fiat 500-as és az ID3-as, nyert a Yaris, Fiat 500-as elektromos a második helyezett lett. És ebben az évben egyetlen egy belső égésű motorral hajtott autót jeleztek az év autója címre, az összes többi elektromos. Eredményhirdetés február 16-án, azaz ma Genben. Nem tudom, valaki nézett-e már azóta internetet, tudja már, hogy mi lett az eredmény, mert én még nem voltam fönt azóta az interneten, de az biztos, hogy elektromos autó lesz az év autója. Hát így fejlődött a világ, az elektromos autók és az év autója választás. Közlekedési mód alapján megkérdezett embereknek 90,9% a személygépkocsiban utasként, 78,7% pedig személygépkocsiban vezetőként vesz részt a közlekedésben. Mennyire érzi magát biztonságban? Utasként 7,2, ugye a 10-es skálán, személygépkocsiként 6,8. Érdekes, hogy a közösségi közlekedésben 7,9-es a biztonság. Gyalogosként pedig 7,3. Hát ezek a kettő között vannak. 2007. április 1-je, emlékezetes Kressz módosítás volt, amikor megjelent a szöveg, hogy olyan gépkocsiban, amelynek meghatott ülését biztonságjövel kell felszerelni, tovább olyan járműben, amelynek ülését biztonságjövel szerelték fel, az ülésen utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzítenie. Van 7 kivétel, ezek ilyen extra különleges kivételek, amikor nem kell becsatolni, az hétköznapi emberek nem nagyon szokták ezt igénybe venni. Tehát még egyszer, utas, mint az ülésen utazó személy saját maga felel a becsatolásért. Saját maga az utas. Na most ugye a vezetők eddig szóltak, vagy nem szóltak, övéké volt a felelősség. Ezt most levették a vállukról. De bár most már az utas tereli a felelőssége, nem köti be magát, de azért a kocsi vezetőjének érdemes erre odafigyelni, hogy valami baleset, vagy nagy fékezés, vagy valami koccanás esetén azért ne sérüljön már meg az utas, azért, mert ő nem használja saját maga. Tehát utasként, vezetőként, biztonsági övvel kell magát rögzítenie. Amikor a betonon helytálló elsőfokú jogalkalmazó kollégák, magyarul a járőrök, megállítják az autósokat, akkor oda megy, köszön, és azt mondja, hogy kérem szépen ön, a Kressz 48-as szakasza alapján, na ez a biztonsági év használat. Tehát a 48-as szakasz vagy paragrafusoznak, akkor valaki nem volt bekötve a biztonsági évvel. Tehát legközelebb, ha valakinek a háza nyaralója elé odáll valaki egy ismeretlen autóval, kinyitja az ajtaját, beül, akkor körbe kell nézni a kocsiban. Milyen biztonsági felszerelések vannak az autóban? Sorban 5 ilyet lehet megkülönböztetni. Fejtábla, biztonsági öv, kilincs, ablakemelő, légzsák. Magyarul airbag. A biztonsági övvel a 48-as szakasz foglalkozik, kilincs ablakemelővel, ilyen áttételesen, mert az utasok viselkedéséről szól, ott pedig a 23-as paragrafusak részben. Fejtábla. Amikor hátulról eltalálnak egy autót, hátra bicsaklik a vezetőnek, utasnak a feje, nyakcsigolya komolyan sérül. Európai Unióban kigyűjtötték és kiadták a statisztikát, hogy milyen százalékban éri baleset a személyautókat. Látszik, hogy döntően 40%-ban. De 2%-ban hátulról való ütközés is történik. Ez tulajdonképpen a már említett követési távolság be nem tartásából adódik jellemzően. Nagyon kevés a sérülés, mert most már az autók sok-sok éve kivétel nélkül fejtámlával vannak ellátva. Ugye megy a kocsioszlop, az első fékez, mit csinál a többi? A többi is. Aztán utána itt az eredmény, törött, lökhárító. Ezt látják a gyalogosok, három összeütközött jármű. Na de hogy történt? Nem mindegy. Követési távolság. Azt mondja a Kressz. Járművel, másik járművel csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elől haladó jármű mögött annak hirtelen fékezés esetén is meg lehessen állni. Tehát ha az előttem haladó ütközött és úgy állt meg, elütött gyalogost, vagy esetleg egy szarvast, vagy neki ment a járdának, és úgy állt meg, tehát nem
fékkel állt meg, hanem még valami akadállyal, akkor már nem tudok mögötte megállni, és nem is akarok se tudok megállni. Tehát nem lehetek hibás sem. Viszont a fékezésnél pedig az vonatkozik az első járműre, jármű sebességét hirtelen fékezésre csökkenteni csak abban az esetben szabad, ha azt a személy vagy vagyon biztonság megóvása szükségessé teszi. Tehát az elől és a mögötte jövőnek is vannak előírt kötelezettségei. Itt a három autó. Mi történt? A fehér áll, mert áll az oszlop, áll a sor vége. Zöld természetesen elkezd fékezni, és meg is áll. A sárga is kezd fékezni, kicsit későn belerohan a zöldbe, ütközéssel állt meg. Jön hátul a kék, aki szintén kezd fékezni, de miután a sárga nem csak fékkel állt meg, nem tud mögötte megállni, és belerohan. Tehát így kialakulhat ez a hármas találkozás. De kialakulhat úgy is, hogy áll a fehér, áll a zöld, fékez, áll a sárga, megáll, elbandult a kék, fékez, de nem tud megállni, és a sárgát belelöki a zöldbe. Ugyanaz az eredmény. Pontosan ugyanaz az eredmény a három összetörött kocsi, de nem mindegy, hogy kinek a hibájából. A biztosító a baloldali esetben ugye nyilván ki fogja fizetni a kéknek a kárát, a sárga kötelezője, itt pedig a kéké, mert ők voltak azok, akik nem tudtak csak fékezéssel megállni. Elég gyakorlatilag az összefutások. Nagyon jó megoldás, lehet, hogy viccesnek tűnik, de hatásos. Megkérdezni rögtön a zöld autónak a vezetőjét, hogy figyeljen, amikor ezek jöttek ott hátul nagy csikorogva, hányszor billent hátra a feje a vezetőnek meg az utasoknak. Hát ha egyszer, akkor ez történt, mert ő egyszer lökte bele. Ha kétszer, akkor jött a sárga, jött a kék. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ott rögtön érdemes ezt megkérdezni tőlük. Tehát fejtámla nagyon-nagyon fontos, hátulról jövő ütközések elén megvédi a nyak csigolya törését. Van fix fejtámla, van állítható, az állítható fejtámlának a magasságát lehet állítani, előnye, hogy állítható, hátránya, hogy állítani kell a magasságát. Úgy kell beállítani, hogy a vezető, illetve az utas feje tetejével legyen egy vonalba a fejtámlának a teteje. Van aktív fejtámla, sok-sok éve már automatikusan működik az autókban, amikor hátulról eltalálják a kocsit, a fejtámla kicsit előre megy, nem üti fejbe a vezetőt, hogy állj meg, megütöttek, vagy eltaláltak, nem üti fejbe, csak éppen annyira megy oda a fejéhez, hogy ne nagyon menjen hátra a feje. Tehát lecsökkenti itt ezt a távolságot, amelyik a fej és a fejtámla között van. Aktív fejtámla van a Saabnak, autófejtámla van a Peugeot 107-nek, az összes BMW-ben évek óta. Onnan tudom, hogy aktív fejtámla van a kocsimban, hogy ide van az írva, hogy aktív. Nem tudok vele semmit csinálni, magától működik, csak jó, ha tudom, hogy biztonságos az autón. Hátsó biztonsági övet nem használó utas minkje időnként fölpasszírozódik ide a vezető vagy az utas mögötti első fejtámla hátára. Tehát nyilván nem volt bekötve a hátsó utas biztonsági övben, mert lefejelte a hátámlát sminkestől. Úgy működik a fejtámla jól, ha minél függőlegesebben áll, és a fejtámla magassága be van állítva. Amikor a falu bigája dönget egy régi ladával, vagy valami ilyen autóval, ledöntött ülésen szinte fekszik a kocsiban, hát akkor az ő fejtámlája nem nagyon fog működni. Viszont 2020-ban a BMW bevezette a jobb első ülésen a kényelmes utazási pozíciót, le lehet dönteni az első ülést. Na most ez a megfelelő védelmet azért garantálja légzsákokkal, egyébben biztonsági övvel, tehát van már gyári ilyen megoldás, hogy hosszú úton a jobb első utast el tudja kényelmesen feküdni. Hátsó légzsákot készített a Toyota például a kis autójába, mert úgy gondolta, hogy ki kell egészíteni a fejtámlát, mert nagyon kis hely van itt hátul, ott van már az autó vége rögtön, tehát még erre ráerősített egy fejtámlát körülvevő légzsákkal is. Oldalra lehet kapni ilyen fejtámasztót a fejtámla két oldalra, ha valaki elalszik, akkor ne menjen oldalra a feje, nem bicsaklik le a nyaka, hanem megtartja. Kilincs. Régen ugyanolyan színű volt, beleolvadt az oldalkárpitba, ugyanolyan műanyag volt, pontosan úgy nézett ki, elég nehéz volt megtalálni és meglátni, főleg sötétben. Ezért most már évek óta minden autóban krómozott az ajtó kilincs.
Azért, mert nappal is, sötétben is jól látható, és mindegyik úgy működik, hogy oda nyúlok, meghúzom, és ki tudok szállni az autóból, akár kényelmesen, akár ha menekülnem kell. Krómozott, nappal, sötétben jól látható. A Skodának ilyen szuper forma tervezett az Octaviának kilincse van például, de hát krómozott el is. Járművek utasaira vonatkozó szabályok, ez a 23-as szakasz, amit említettem az elején, az, hogy tilos a vezetésben zavarni, az egy dolog. De jármű ajtaját az utas csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy és vagyon biztonságot nem veszélyezteti. Holland ajtónyitási módszer, mindenkinek tudom javasolni, már oktatók is néhány helyen tanítják, hogy a túloldali kezemmel nyitom az ajtót. Mert akkor hátra kell félig forduljak, és egy kicsit kinyíló ajtó résén ki tudok nézni. Hihetetlenül biztonságos egyébként. Na most az, hogy ki volt az, aki Budapesten az Andrássy úton ezt a sávot ide megengedte, hát azt nem tudom. Fogalmam nincs. Hát tipikusan vagdosták pofán a jövő kerékpárosokat, a gyakorlatlan utasok a kinyíló ajtóval. Hát nem foglalkoztak velünk. A kinyíló ajtó a kerékpárosoknak a legnagyobb rémálma egyébként. Na most ugye itt az van, hogy aki nyitja, az nem is foglalkozik, háta se néz, meg nem is az ajtónyitással foglalkozik. Hát ilyen szituáció is összejöhet. Tolóajtós kocsi megjelent, a Peugeotnak volt egy ilyen változata, évekkel ezelőtt aztán abba hagyták valamiért, tehát ez volt a rendes vezető ajtó, óriási hátránya, hogy eljön az ajtó, és már is kipattan az úttestre. A vezető a túloldalon, meg az utas. Itt van a legújabb Tesla, aminek az utas ajtaja így nyílik fel. Hát ennél is oda kell figyelni, hogyha egy kerékpáros jön hátulról, és látja, hogy egy Tesla éppen nyitja az ajtaját. Vannak olyan autógyárak, akik védik a gyalogosokat. Ennek a Kiának a bal oldalon egy ajtaja van, hogy ne tudjon kiszállni senki hátulról, a jobb oldalon viszont megvan mind a kettő. Tehát a járda felé ki tud szállni az utas is, de a úttest felé nem tud kiszállni, mert egyszerűen nincs ajtaja. Megjelentek a mikrobuszok, meg az áruszállítók. Európai kivitelőeknek nincsen a bal oldalán ajtaja. Eredetileg nem is volt, csak a jobb oldalon. Aztán jöttek a japánok, jöttek az uniszexek, most már mindkét oldalán általában mind a kettőnek van tolóajtó, tehát nagyon oda kell figyelni ennek a használatára. Ablakemelő. Régen tekerős volt, beleolvadt a környezetébe, most már, még a Fiat Seicentóban is, motoros ablak van. Itt vannak a motoros ablak kapcsoló gombjai. Ez egy 4 vagy 5 ajtós autónak a vezető oldali panelje, motoros külső tükrös, elől-hátul motoros ablakok, központi zár, bezáró gomb van rajta. Ez a vezető ablaka, jobb belső, bal hátsó, jobb hátsó motoros ablak, ez pedig lezárja az utasok motoros ablakát, hogy utasok ne piszkálják menet közben a motoros ablakot. Ez pedig a központi ajtózár bekapcsoló. Ez külön van, de nagyon sok autóban bizonyos sebesség fölött elindult magától bekapcsoló, ez pedig a motoros tükröknek az állítója. Minden autón 20-30 éve már 4 ajtósokon, a hátsó ajtón gyerekzár van. Ez a kis pöcök, ha itt fönt van, és becsukom az ajtót, simán nyitja a belső kilincs. De ezt a kis pöcköt nyitott ajtónál lenyomom, és becsukom az ajtót, innentől kilincsen nem lehet kinyitni a hátsó ajtót, csak úgy lehet kinyitni, hogy kívülről valaki kinyitja a külső kilincsel, vagy egyszerűen letekerem az ablakot, ha nem motoros. De hát ezért motoros most. Ez azért van, hogy ne lehessen kiesni a utas ajtaján. Mégis kiesett nyilvátorban ez a gyerek, menet közben kinyitott a kocsi ajtót, és kizuhant. Biztos nem tudta a vezető, hogy a gyerek zárat be kéne kapcsolni. Tehát az a megoldás, hogy ablaktekerővel letekerem az ablakot, kinyílom a külső kilincset, kinyitom, vagy megvárom, amíg jön valaki, aki kinyitja. De ha motoros ablak, mint ez, amit az előbb mutattam, és le van tiltva a motoros ablak, nem lehet kiszállni. Be van hátra zárva az utas. Csak akkor tud kiszállni, ha kívülről kiengedi. Biztonsági öv. Biztonsági övet először 40%-os front ütközéseknél kezdték el használni, kezdték ezt bevezetni. Így lecsökkent a sérülések száma becsatolt biztonsági övvel ehhez képest. Nils Bohlin, egy svéd repülőmérnök volt, aki megalkotta az első biztonsági övet,
28 ezer balesetet megvizsgáltak és megállapították egységesen, hogy csökkent a súlyossága a baleseteknek, illetve sokkal kevesebben haltak meg, akik be voltak kapcsolva a biztonsági övvel. Ezek után 59. augusztus 13-án ebben a Volvo 544-esben megjelent az első 3 pontos biztonsági öv, nem automata öv volt még, hosszát állítani kellett. Először a Földön kötelezően 1971-ben vezették be. Miért ott? El nem tudom képzelni. Ugye Ausztráliában baloldali közlekedés van. Most a Földön 66%-ban vannak a jobboldali közlekedési országok, a pirosak, és 34%-ban a baloldali közlekedésűek. A legenda szerint ez onnan származik, hogy a őskorban a szembe találkozó lovagok, ha vitáik voltak, akkor jobb kézzel kezdtek el vívni, a jobb kezükben volt a kard, hát akkor kénytelenek voltak balra hajtani. Na most aztán vagy így van, vagy nem, de tény az, hogy baloldali közlekedési országokban megmaradt ez. Arról lehet megismerni az üzemanyag kúton ezeket a kocsikat, hogy az üzemanyag töltő nyílásuk általában a baloldalon van, a kipufogó csövük pedig a jobb oldalon. Magyarországon is bevezették a jobbrahajtást. Országosan 1941. július 6-án, Budapesten pedig november 9-én, mert eredetileg nálunk is balrahajtás volt. Az utolsó ország Európában, aki áttért a jobbrahajtásra, az Svédország volt. 1967-ben tértek át a jobboldali közlekedésre. Biztonsági övnek van egy alsó csatja, ezt úgy szoktuk mondani, hogy ez az életmentő kapcsolás. Éljen tovább, kösse be magát természetesen, és boldogan élhetünk tovább. Van, amikor életet ment a biztonsági öv, sőt, nyáron a nagy melegben meg különösen. Erre is lehet használni a csatját. Prima, szuper kategóriás, új autókban biztonsági övnek az alsó csatja, amikor beül valaki az ülésre, bekapcsolja a piros LED fényt, és feljebb jön egy 8-10 cm-rel, hogy légy szíves, ide kapcsold be a biztonsági övelet. Ez a prémium kategóriás autók jelentős részében már így van. 2019-ben elhatározták, hogy a jövőben új autókban kötelező lesz az összes ülésen öv használatra figyelmeztető rendszer, tehát nem csak a prémium kategória, hanem az összes kategóriában is. Járművet vezető 28 éves férfi nem használta a biztonsági övet, kiesett a kocsiból, helyszínen életét vesztette. Ráadásul autóra, látszik ugye január 4-e, autóra 3 nyári és 1 téli gumiabroncsot szereltek. Hát nyilvánvalóan ez is közel játszott a balesetben. Ugye mindenki tudja, mert olyan szinten terjeszti a sajtó is folyamatosan, hogy mi van a gumiabroncsok oldalán. Legelőször is a DOT számról szoktak írni és beszélni, ami azt jelzi, hogy melyik év, melyik hetében készült a gumiabroncs? Általában 10 éves korig szoktak használni biztonságosan egy gumiabroncsot, függetlenül a mintázattól, még akkor is, ha megvan a mintázata. Tehát ha új gumit vesz valaki, nézze már meg a gumisnál, hogy mikor készült, mert lehet, hogy van nála egy 6 éves túltárolt gyári új gumi a polcon. Tehát érdemes megnézni ezt a DOT számot, hogy 2010-ben. Tehát ma már 2010-es gumit eladnak valakinek, akkor 11 éves gumi. Még van jelölés rajta, ez a téli gumi, ez pedig az utóbbi időben egyre terjedő, vegyes használatú gumik. Most már a téli-nyári gumik. Autóból kiesett férfi biztonsági övet nem használta, őv helyére övcsat került. Ez az övcsat. Lehet kapni üzletben. 2 darab, 599 forint. Ezt beledugom oda le, kompjúter nem jelez, nem világít semmi, és nem vagyok bekötve az övvel. Ebből az autóból is kiesett a vezető, itt nem a csat volt, hanem a hátam mögött kötötte be, hogy messziről úgy látszódjon, hogy jön le a válla fölött a biztonsági övcsatja. Ez szabályos, ez nem ez a biztonsági övcsat, ez azért van, hogy nagyhasú kövér embereknek meg lehet hosszabbítani az alsó csatot, és akkor körbeéri a hasát biztonságosan. Autót vezető középkorú férfi használta a biztonsági övet, nem szenved komoly sérülést. A hátsó ülésen utazó középkorú nő nem csatolta be magát, az ütközéskor besúszott az ülések közé, és súlyos sérülést szenvedett, mert hátul is kell használni hazánkban és mindenhol a biztonsági övet. Hátul is kötelező a biztonsági öv használata. Hát
Ilyen pulóvereket gyártottak évekkel ezelőtt, még most is megjelenik egy-két dolog, hogyha szemben a rendőrök nézték, hogy van a biztonsági övezet, azon nincs, akkor ezt látták, hát nagyjából át lehetett verni őket messziről. Így akar kiszállni? Nyilván nem. Hát csatolja be, kapcsoljon biztonsági övet, mert különben viszi ki a szélvédőt. A felső pontját a biztonsági övetnek általában állítani lehet, testmagassághoz kell állítani, a alsó szintje másfél méteres testmagasság esetén adja meg a megfelelő pozíciót, ha valaki magasabb, akkor feljebb kell állítani, hogy ne húzza le a vállát, hanem a válla fölül jöjjön a felső pont. Minimum másfél méteres testmagasság kell az első ülésen a járművek vezetéséhez az öv miatt. Hogyan működik a biztonsági öv? Kissebességnél és nagysebességnél. Hogy mi a kissebesség és mi a nagysebesség, azt a biztonsági öv dönti el. Nem olyan, mint az intelligens mosópor, hogy külön válogatja a foltokat, ezt tényleg el tudja dönteni, hogy hogyan, azt már mondom is. Kissebességnél lassan előre-hátra dől, letekeredik, feltekeredik az automata biztonsági öv, semmi gond nincs. Ütközik az autó, hirtelen előre indul a vezető vagy az utas, a biztonsági öv kap egy rántást, erre rájön az automata öv, hogy baj van, és rögzíti az utast vagy a vezetőt az ülésben. De úgy, hogy a sebesség nagyságát a biztonsági öv érzékeli, a testet ért terhelés alapján, tehát milyen gyorsan, mekkora tömeg jön előre, és ennek alapján eldönti, hogy rögzíti a vezetőt vagy az utast, vagy lassítva egy kicsit engedi tovább. Lassítás azt jelenti, hogy olyan lassítást kell produkáljon, hogy ne szakadjanak le a belső szervei a vezetőnek vagy utasnak, tehát a szervezetére ne legyen veszélyes az úgynevezett G-lassulás. Ezzel a próbapaddal lehet ezt tulajdonképpen bemutatni. Felültetnek rá mackót, maci lejön, pofára esik, kész, jönnek rendőr, mentő, tűzoltó, helikopter. Fölteszik rá a biztonsági övet, macinak semmi baj nem lesz. De ez nyilván, amikor jönnek a tanulók, emberek, vagy egy ilyen közlekedés biztonsági bemutató van, élő emberek felülnek rá, becsatolják őket, lecsúsznak. Itt a végén egy elég nagyot koppan és zökkent, tehát látszik, jön előre a haja, leesik a napszemüvege, ha nyitva van a szája, lehet, hogy még a protézis is kiesik. Kecskeméten ilyen mozgó berendezést használnak a rendőrök, ezzel szoktak kimenni területre, és mutatják, hogy na kérem szépen így működik a biztonsági övet. A fiatalember beszállt, felesége, gyereke aggódott, de hát semmi gond nem volt vele. Ő is fölült, ő is nézett, aztán lecsúszott, és ült tovább. És szóltak neki, hogy figyelj, gyere már, lejöttél. Hát nem tudom, van-e vezetői engedélye. Nem mennék át előtte a zebrán, az biztos. Polgárőröknek is van ilyen szerkezetük. Ezzel járják az országot, és mutatják be a biztonsági öv használatát, és annak a jóságát kis sebességnél. Na hát neki jön előre az arca rendesen. Ekkora ütközés, hát így jön előre a bőre. Gyerek, nem szabad ezt csinálni. Ha jól látom, itt kicsit pupos a pulóvere, tehát akkor ez egy nő. Középen kell eligazítani, mert különben még akár daganatot is okozhat. Ezért egy ilyen nagy szorítás. Ezért van egy ilyen műanyag övtérítő. Amit rátesznek, akkor az ő magától tudja, hogy ott fönt hol kell, hogy lejöjjön. Másfél méter alatti gyereket szigorúan tilos beleültetni ebbe. Hát levágja a nyakát. Nem szabad. Ő odakap a nyakához. Hát az életében ez a gyerek, a felnő nem fogja bekapcsolni a biztonsági övet. Hát nem szabad ilyeneket csinálni. Hát szigorúan tilos. Csúszik be alá. Esik le a cipője. Nem szabad ilyeneket csinálni. Minimum másfél méter kell ahhoz, hogy valaki kipróbálhassa ezt a biztonsági szimulátort. Na mi van nagysebességnél? Nagysebességnél lazán, baleset nélkül letekeredik, föltekeredik, előre-hátra, semmi gond nincs. Ütközik az autó, hirtelen előre indul, érzékeli a beprogramozott nagy terhelést a biztonsági öv, ami már veszélyes lenne az emberi szervezete, ezért nem rögzíti, mint kisebességnél, hanem lassan engedi előre, oly mértékben, hogy ne érje veszélyes lassulás,
Ezt úgy éri el, hogy elszakadnak benne a szálak, megnyúlik a biztonsági őr, és a végén megállítja. De adott neki egy azonos adott host, ahol megnyúlik, és ezzel lelassítja biztonságos lassítással a szervezetet. Hogyan működik? Szakadnak benne a szálak, és megnyúlik. Így néz ki kívülről a biztonsági öv, itt vannak benne ezek a szálak. Ezek nem látszanak, ezek benne vannak. Ezek beprogramozott, terhelésre programozott szálak. Amikor megkapja a nagy terhelést, szakadnak el a szálak. Annyi, amennyi ahhoz kell, hogy ezt a feladatát ellássa. Ez kívülről onnan lehet rajta látni, hogy kirojtosodik a széle. Tehát onnan lehet ezt érzékelni, hogy ez a biztonsági öv egyszer már mentett. Mert még egyszer már nem tud menteni, mert megnyúltak a szálak. Na ez nem nyúlik meg. Odaadnák a költözködésnél, biztonsági övet adnának ezeknek az embereknek, csak anyáznának, mert ahányszor fölállnának, a szekrény lent maradna. Mert szakadnának el a szálak. Azt, amikor az összes szálat már elszakították, na akkor már föl tudnak emelni a biztonsági övet. De akkor az már nem biztonsági öv, hanem gurtni. Így néz ki, amikor mentett a biztonsági öv. Mentős fotók. Nem lehet letagadni, hogy be volt csatolva a biztonsági övem. Hát nem, nyoma marad. Így néz ki, ilyen véraláfutás lesz. Így néznek ki ezek a kövér, sovány, vékony, padis emberek, amikor a biztonsági öv megmentette őket. Össze van törve a kocsi eleje, de nagyon. Ezt hívják úgy, hogy gyűrődő zóna. A gyűrődő zóna mögött sérülésmentesnek kell, hogy maradjanak az ajtók. Barényi Bélának a találmánya, ő egy magyar volt, Mercedes gyárban alkotott és dolgozott, és kitalálta a gyűrődési zónát. Hogy elő-hátul gyűrődjön a zóna, az felveszi az ütközés erejének jelentős részét, az utaskabin pedig ne sérüljön meg. Be is vezették, először kezdték a Mercedeseken, és azóta most már tökéletesen működik minden autón, csak egy gond van vele, hogyha egy mai autót valaki így összegyűr az elejét, azt nem lehet otthon kikalapálni. A szakszervizbe kell vinni, pontosan megvan, hogy milyen ponthelyegesztésekkel, mit kell kicserélni, és mit és hogyan kell helyreállítani a gyűrődési lehetőségét az autón. Áldott állapotban lévő anyukák, hát nyilván vezetnek, utaznak. Dupla veszélybe vannak a biztonsági öv, nem célszerű és nem jó használata esetén. Mert ugye anyukám fönt megy át, gyerek meg a hasán. Ezért forgalmaznak bababoltokban, nem autósboltban, bababoltokban ilyen párnát. Erre áldott állapotban lévő anyuka ráül, becsatolja az övet, és azt ott fönt, és ezt itt alul átvezeti ezen a kapcson. Ami azt jelenti, hogy lent tartja a baba alatt az öv alsó szárát. És minden havály, és minden rendben van. Hiába van biztonsági öv elől, még mindig nagy százalékban sérül az embereknek a medencéje. Ugye, de a 40-hez képest már csak 16%. Ezért kitalálták, amióta légzsák is van, hogy a biztonsági öv alsó szárát ez a csat rám rántja, amikor ütközött az autó. Bent tartja a medencét. Tehát, ha valaki használt autót vesz, és keresi a két autó között ezt a csatlakozó részt, és az ott nagyon lent van a padlónál, akkor az egyszer már mentett, mert elsült ez a patronja, ami lerántja oda, és nem cserélték ki. Tehát érdemes erre odafigyelni egy használt autóvásárlásnál. Időnként felméri a rendőrség biztonsági öv és biztonsági eszközök használatát. Március 8 és március 14 között volt. 5514 alkalommal nem használtak biztonsági övet a vezetők, és 4531 esetben a vezető nem használt biztonsági övet. Német Autoklub 1967-ben az autóklub székházára föltette ezt a plakátot, hogy kérem szépen 50 km/h sebességnél, ha valaki nem csatolja be a biztonsági övet, akkor az akkora ütést kap a földön, mint a 10 méterről ugranak ki a betonra. Azóta a következő kérdés, hogy és ki az a hülye, aki kiugrik hazafelé a 10-ra és nem lifttel megy le? Hát az, aki nem használ biztonsági övet már 50-nél. A franciák egyszerűbbek. Azt mondják, aki 40-nél ütköző kocsiban nem használ övet, az olyan, mint a harmadik emeletről esne a betonra. Aki pedig
60-nál az a hatodikről esik ki a betonra, mert a természet ismeri a fizikát, és alkalmazza is. Tehát túlélő kabinban utazunk most már. Légzsákok vannak, oldallégzsák, biztonsági öv, minden van, de ez az egész csak akkor működik, ha becsatoljuk a biztonsági övet. És nagyon fontos, hogy a becsatolás után egy kicsit ezt fölfelé meg kell húzni, hogy az alsó része lejöjjön a menetékre, és ez egy kicsit följebb menjen, mert magától nem húzza annyira föl. Időnként tisztába kell tenni a biztonsági övet, a szappanos, vizes szivacsal, rongyal le lehet törülni, tehát nem szabad eláztatni, de érdemes azért, mert a ruhát is összekoszolhatja, és állandóan ott van a kocsiban. Tehát becsatoljuk az övet. Amerikában jelent meg ez a reklám, hogy lehet, hogy óvatosabban vezetnének. Hát azért elgondolkoztató. Tehát az ötből maradt az ötödik a légzsák. 1949. július 8-án bejegyezték, bejegyezték a légzsák, nem, hülye vagyok. De bejegyezték a légzsák szabadalmat. És 1980-ban használták először ebben az S-osztályú Mercedesben. Ennyi ideig kellett várni az első légzsákra, és az csak kormány légzsák volt. Biztonsági övet akkor már használtak 83 Mercedesekben elől is. Bejött a biztonsági öv a frontális ütközéseknél természetesen. Volt a biztonsági öv, nagyon jó volt, és akkor tudósok kitalálták, hogy erősítsünk rá a szerepére. Hozzunk még be egy másik eszközt, a légzsákot, amelyik a berobban az utas vagy vezető elé, és a felső testét, fejét még jobban megvédi, mint a biztonsági öv, mert a biztonsági öv csak a vállamon és a medencében keresztül a testemet védte. Bejöttek a légzsákok, és akkor derült ki, hogy jó a légzsák, de kötelező a becsatolt biztonsági öv a légzsákhoz, mert agyonüt, nem vagyok becsatolva, rádőlök a légzsákra, szétveri a fejemet. Pofán csap egyszerűen, szétveri a fejemet. 25 km/h-nál nagyobb sebességgel ütköző autóban automatikusan indul a légzsák. Van ez a sebesség és lassulás érzékelő, amelyik, ha nagyobb lassulást érzékel, mint amire az autó fékkel képes, tehát lökhárítóval vagy ütközéssel állt meg, vagy fának rohan, ezt érzékeli, erősebb a lassulás, mint amit lehet fékkel elérni, azonnal indítja a légzsákot, és megfeszíti az első biztonsági öveknek a húzását. Ez akkor működik, hogyha indulás előtt nem világít a sárga jelző lámpa, hogy baj van a légzsákkal, baj van a légzsákkal, tehát légzsák hiba esetén azonnal a szervizbe kell menni, mert ez csak akkor fog működni. Így működik a légzsák. Berobban, és ekkora lesz. Hatalmas csattanás kíséretében, és száll a hintőpor, mert ugye be van ilyen hintőporszerű anyaggal itatva, akkor, amikor még bent van a kormányban. Van Magyarországon a profi oktató és vizsgaközpont, amely kérésre fölrobbant légzsákot. Tehát oda lehet menni, hogy kérem szépen mutassanak nekem egy légzsákot, hogy robban föl. Oda megy az ember, mondják neki, hogy most, és csak ezt látja. Az egészből semmit nem lát a végére. De meg lehet csinálni. Így néznek ki a fölrobbant légzsákok. Ilyen kókatlan lógnak itt az utasnak meg a vezetőnek az ülébe. Ütközik, indul előre, jön a légzsák, dőlök előre, akkor jön a biztonsági öv, megállít bizonyos távolságon belül, ami ahhoz kell, hogy lelassítson, és szemből pedig jön a légzsák, körbeveszi a fejemet, felső testemet, nem bánt semmit, nem üti le a szemüveget, semmit, de ha valaki cigizik, akkor az égő cigit a torkába benyomja, az biztos. Tehát jön a légzsák. Nem vagyok bekötve, jön a légzsák, pofáncsa, kész, jönnek a mentők. Amerikában az első légzsákos baleseteknél nem tudták a mentősök, hogy mi történt. Ott voltak a vérző emberek, síkba volt a fejük, az orruk bement, a fülük párhuzamosan állt két oldalon, és véreztek és jajgattak. Fogalmuk nem volt, hogy mi történt. És rájöttek, hogy pofán vágta őket a légzsák, mert nem használtak biztonsági övet. Na akkor a rendőrök összefogtak, amerikai államok rendőrei, csináltak egy reklámot, kiállt az öreg, hogy figyeljenek ide,
ne azért használjanak biztonságévet, mert megbüntetjük önöket, hanem azért, mert ilyen lesz a fejük. Na erre aztán reagált egész Egyesült Államok, és úgy elkezdték használni a biztonságéveket, mint az őrültek. Hát aki nem rabolt bankot, annak jó az eredeti feje is. Tehát úgy indult, hogy biztonságéve plusz légzsák. És kiderült, hogy nem. Légzsák plusz biztonsági öv. Mert ha légzsákon van, akkor kötelező a biztonsági öv. Mert pofán csap. Na ezt mindenki tudja. Nem tudom, Lajos bácsinak légzsákos kocsia van az utánfutóval, de nem vagyok benne biztos, hogy tudja. Ez ki, amikor ütközött az autó. Légzsák berobbant, de nem volt bekötve biztonsági övvel, mert fölötte kirepült. Ütközünk, erősen markold a kormányt. Népszerű duma néhány autóvezetőnek a szótárában. Na most egyetlen egy gond van vele, hogyha egy végtelenül leegyszerűsített számolással azt mondom, hogy 50 km per órás sebességnél 80 kg súlyú, illetve tömegű vezető ütközik, végtelen egyszerűen, de közérthetően, ha ezt a kettőt összeszorzom, akkor 4 tonnával, 4000 kg-mal indul előre. Ez azt jelenti, hogy karonként 2000 kilót kéne megtartson a kormányon. Hát nem valószínű. Hát a fekvenyomás világcsúcsa 488,64 kg. Hát hogy tudna megtartani magát? Nem szabad. Ők Magyarországon, Sárbogárdon 220-ban volt egy fekvő nyomás, hát ők voltak, itt van, hogy hány kilogrammal mennyit tudtak nyomni. Hát nem tud 2000-et. Amikor a rally versenyen vagy túra versenyen ütköznek, repülnek, mindent elenged a vezető, mindent elenged a mitfárer, csak a 4 pontos öv rögzíti őket, kezük, lábuk szabadon van, nincs befeszítve, a lábuk se, semmi, mert abból lesz aztán a nagy sérülés. El kell mindent engedni, övre kell bízni a dolgot. Bejött az öv elől, azt mondták, oldalról ütköznek, rakjunk oda is. Azt mondták, hogy fának megy, rakjunk oda is. Tetőre megy, rakjunk oda is. Jött a BMW, körbe pakolta légzsákokkal az autót. Belerakott 8 darab légzsákot. Na, amikor ez berobbant, megsüketült mindenkiben, mert lecsökkent a belső térfoga, tehát rájöttek, hogy ezzel baj van, és elpazaroltak 8 darab légzsákot. Mert ugye mind berobban. Azt mondta a Mercedes, én 8 plusz 2-t rakok be. Most már egy Mercedes így néz ki, oldallégzsák minden van, de csak oda robbantanak most már légzsákot, ahol ül valaki, és ahonnan jött az ütés. Tehát egy frontális ütközésnél ezek a most látható oldallégzsákok nem robbannak be. Mercedes így néz ki, ez így néz ki. Különböző kitalált variációk a légzsákokra. Ez nem az, mint aminek látszik, ez a hátsó biztonsági övből jön ki ütközéskor. Legkülönbözőbb variációkkal próbálkoznak a gyárak. Legújabb 2020-as Mercedes S-osztály kitalálta, hátsó ülésen elé berobbant egy plusz légzsákot, hogy ne essen bele az első ülés hátámlájába. Áruszállítókban is ott a légzsák. Óriási gondot jelent szerintem, hogy fölrakják a lábukat rá, azzal hűtik magukat télen, nyáron. Berobban a légzsák, kitöri lábát, gerincét, derekát, mindent. Konkrét megtörtént balesetek, amikor fönt volt a lába a műszerfalon. Neki is. Itt is. Frászt kapják a mentősök. Siófok, anya, lánya, 2028. hónap 5, lány lába fönt. Ha ilyenkor elkapja a légzsák, akkor átnyomja a szemgolyódon. Így néz ki, amikor légzsák jön biztonsági öv nélkül. Rájöttek, hogy akkor védjük meg a gyalogost is. Külső légzsákot a Volvo kitette, az elsőt 2012-től. Ha elüt meg gyalogost, nem üti be a fejét a szélvédőbe, mert ott egy légzsák. Kaposváron történt egy ilyen berobbanásos légzsák, nem is sérült meg, akit elütött. Így néz ki személysérüléses közúti balesetek helyzete Magyarországon az elmúlt években, tehát az összesített, illetve a halottak. Összesítve 2020-ban 13.745 baleset volt, és 454-en haltak meg. Azt kívánjuk, hogy ne legyen belőletek adat. Sehogy. Használni kell az eszközöket. Magyar Autoklub honlapján már van fent előzetes 2021,
11. hónap 30-áig 484-en haltak meg, 11. hónap 30-áig, tehát többen, mint tavaly, majd nyilván jön valamikor a végleges is. Figyelni kell, fának ütköző német reklám, ezzel azt kockáztatod, hogy nem lesz családfád. Hát kihal a családod? Hát ha meghalsz, nem lesz családfád. Pedig milyen szép egy ilyen kiterjeszkedő családfa. Ez a legújabb német baleset megelőzési ötlet, amit publikáltak. Tehát legyen családfája mindenkinek, ne emlékezzenek meg róla a Flórián téren a közlekedési áldozatok emlékművénél, és ne hozzanak gyerekek oda virágot, mert törékenyek vagyunk. További szép napot! Köszönöm a figyelmet! Nagyon köszönöm. Bocs, hogy hosszabb volt, mert itt nem, már nem a Balázs jelezte itt időt-két, rájöttem arra, szemben épp lézerettem. Na, mit kell csináljunk? Nagyon jó volt, én a másik oldalon néztem, hallgattam. Már hallottam meg a lányot is, nem? Köszönjük szépen. Igen. Hát, megosztás le van véve már, ugye? Igen, igen. Akkor jó. Hall mindenki, ugye? Hát mi hallunk? Gyurinak hallom vissza a hangszóróját, úgyhogy majd... Igen, nekem még szól. A mikrofont kapcsold le is. Akkor lekapcsoljuk, igen. Jó. Hát nagyon nagy élmény. Én Gyurit számtalanszor hallottam. Olyan előadásokat rak össze, ami példaértékű, és egyszerűen ezekkel az ábrázolásokkal, ezekkel a, hát mondhatom úgy, poénosnak szánt képekkel, sokkal mélyebb lesz a megjegyezendő való, a tudás, amit átad nekünk, élvezetes. Hát én voltam előadásán, ahol személyesen működött közre, hát ott minden hallgató tátott szájjal hallgatja, és azért nem könnyű dolog, elmondhatja nekünk, hiszen sokat jár gyerekekhez is előadást tartani. Sose felejtem el, egyszer meghívtak Nagyatádra, általános iskolás osztálynak egy ilyen kressz alapozó előadást tartani. Hát jó messze van, de egy kirándulásnak betelt, és akkor lementem, hogy mit tudom, egy 30 fő hatodikos osztályos csapatot hasonló stílusban tanítsak a kressz alapjaira, és mire leértem, közölt az igazgató, hogy annyira örül, hogy én jöttem, úgyhogy úgy döntött, hogy az aulába a teljes felső tagozatot le fogja vezényelni, és ott ül gyakorlatilag, vagy állt 300 gyerek, na ott egy kicsit bajban voltam, és ott Gyurit úgy magamban emlegettem, hogy na ezt nem tanítottad meg, hogy mi van, hogyha 30 helyet 300 főnek kell tanítani, és bizony ott ezek a poénos ábrák el is sülhetnek rossz irányba, mert ugye azért így egyedül mosolygunk rajta, de tömegbe ez nevetésé megy át, és akkor elég nehéz fegyelmezni, de megúsztam és megcsináltam, de pont azért, mert Gyuri volt gyakorlatilag az egyik mentorom ebben a fajta előadás készítésben. Biztonsági övvel kapcsolatban egyébként egy nagyon érdekes adatot közben megnéztem, bár Gyuri is érintette, de azért érdemes pontosítani. Ezt azért említem, mert rengeteg megkeresést kapok, hogy de akkor most hátul mégse kell bekapcsolni városban az övet. Hát volt valamikor ilyen szabály, hogy ilyen emlékeznek? Igen, igen, hogyha elővesszük az úgynevezett kressz történelmet, akkor ebben az szerepel, hogy gyakorlatilag 1976-77-be került először a kressz szabályai közé a biztonsági öv, azzal a feltétele, hogy nyilván ez a szabály azok arra az autókra érvényes, ahol ez gyárilag beszerelték. Hát, hogy elhangzott, akkor azért még nagyon sok autóban nem volt gyárilag, és aztán elkezdték utólag kötelezővé tenni a beszerelést az első ülésben. De nagyon sokáig a hátsó ülésben nem volt kötelező az öv, sőt, ma is mennek még olyan autók, hát mondhatom oldtimerek, de az egy régi Warburg Trabant talán még nem az, ahol a hátsó ülésen nincsen biztonsági öv, és bármilyen furcsa kressz szerint ilyenkor ugye megengedett ott a személyszállítás. Más kérdés, hogy nem lesz biztonságos, és ha baleset van, mert hallottuk, akkor az ott ülők fognak röpülni. Aztán 1992-ben kezdték el igazából a hátsó ülésen való öv használatát a kressz szabályaiban is megerősíteni, de valóban akkor még lakott területen belül hátul nem kellett használni. Lakott területen kívül nyilván a nagyobb sebesség miatt igen, de lakott területen belül nem, és azért
azért is hoztam ezt a példát, hogy milyenek vagyunk mi magyar emberek, amikor 92-ben megjelent a szabály, hogy használni kell az övet, egyből a következő évben jött a szabálymódosítás, de hogy kiknek nem kell mégse. Tehát már is ki akartunk bújni, és ekkor kerültek be például, talán a legismertebb övmentesség, a taxisofőrök, akik mai napig is gyakran közlekednek öv nélkül, mind a mellett, amire Gyuri felhívta a figyelmet, hogy azért egy légzsákkal ellátott autóban taxivezető is készüljön arra, hogy egyszer csak pofán csapja, úgymond a légzsák egy ütközésnél, tehát nem hiszem, hogy biztonságos, de mai napig szerepel a keresztben, hogy a taxisofőrnek utasszállítása közben nem kell bekötni magát. Múltkor egyébként taxisoknak tartottam egy előadás sorozatot, és ott többen elmondták, hogy ők bizony ennek ellenére használják példaértékű. Sőt, akkor volt egy nagyon érdekes szabály, egy darabig, 94-et írunk, hogy a 150 centinél kisebb embereknek sem kellett bekötni az övet, mondván, hogy ugye a nyakukat szorítja le az öv. Aztán ezt kivették, gondolom, amikor jobban elterjedtek az állítható övek, illetve ez volt az az időszak, amikor az oktatókat is egy pár évre mentesítették. És igazából körülbelül 20 éve, 2001-2002-től van az univerzális övhasználat előírva, azaz, amikor lakottelepen belül, kívül, elől, hátul a biztonsági övvel rögzíteni kell magát, mind a vezetőnek, mind az utasnak. Itt voltak kivételek is felsorolva, ugye ritka kivétel, amikor az orvos ad igazolást. Én kérdeztem az egyik ismerős háziorvost, azt mondta, hogy bevaj őszintén, ő még nem adott ki ilyen igazolást, de hallott már, hogy esetleg pacemaker esetén, vagy valaki mondta, hogy gyomorgyűrű esetén adhatnak ki arról igazolást, hogy veszélyes, de itt megint ugyanarról van szó, ha jön az ütközés, repülünk öv nélkül, ha ott a légzsák, akkor arcon csap a légzsák, tehát azért ezt is érdemes mérlegelni. Illetve most van egy nagy vita, meg is kerestek ez ügybe, hogy ugye benne van a kivételek körében, hogy például a BKV buszokon az utasoknak nem kell övet használni, hiszen menetrend szerint közlekedő tömegközlekedési jármű, de azut a vezetőnek, ha be van szerelve a biztonsági, bizony a hetes buszon is be kéne kötni magát. Hát ezt meg kéne nézni, hogy jelen pillanatban hány buszsofőr használ biztonsági övet. Tehát ezek bizony ilyen érdekes szabályok. És még egy gondolatot aztán folytatjuk, amit Gyuri mondott, és nagyon jó kihangsúlyozta, tehát valóban az utas felelőssége az, hogy az övet használja-e, valóban, ha rendőr megállítja, őt fogja megbüntetni, de ne felejtsük el, hogy vezetőként jogosultak vagyunk rászólni az utasra, hogy igenis kösse be magát, mert még egyszer, ha egy baleset történik, ne adj Isten, egy halálos baleset, és az utas kirepül az autóból, nem használta az övet, lehet, hogy az utas szabálysértést követett el azzal, hogy nem kötötte be magát, de a folytatásban, a megítélésben mi már egy halálos balesetet okoztunk, tehát sokkal szigorúbb lesz a követelménye, a következménye egy ilyen esetnek, tehát érdemes vezetőként fölvállalni ennek a felelősségét, és igenis utasra rászólni, taxisokat is például erre tanítottam, hogy azért annyit megér, hogy rászóljon az utas, hogy legyen szíves, használja a biztonsági övet. Na hát élményszámba ment ez az előadás, amit Gyuri barátunktól hallottunk, és hát két következő téma azért kedves nekem, mert mondhatnám, a legkedvesebb járművem az életben nyilván az oktató jármű, amivel tanítunk, de ha még két járművet föl kéne sorolni, biztos, hogy az egyik a villamos lenne, a másik meg a vonat. Hát ki nem akar gyerekkorában vonatvezető vagy villamosvezető lenni? Mai napig is imádom a villamosokat. Elmondom, hogy van bérletem, mind a mellett, hogy autóval járok és oktató is vagyok, és ha csak tehetem, fölülök a villamosokra és megyek, viszem a kamerát is magammal, a kritikusabb helyzeteket levideózom, és imádok villamosozni, és természetesen kedvenc témám a Kresztan folyamon a villamossal kapcsolatos közlekedés, az azzal kapcsolatos szabályok. Itt már az előbb említettem, hogy nagyon sok tanuló úgy érkezik a tanfolyamra, hogy ugye tanár úr, a villamosnak mindig elsőbsége van, és ez az első, amit helyre kell tenni, és bizony az a tapasztalat, hogy a villamos egy olyan mumus, félünk tőle, olyan nagy, hatalmas, sárga, nagy tömegű, és ezért hajlamosak vagyunk azt hinni elméletben, hogy a villamos akkor ami mindenható, és ahogy ugye a székely viccekben van, hogy a medve nem játék, én azt szoktam a közlekedésben, a villamos nem játék, és persze a vonat se játék, ezt is hozzátehetjük. Azért hagyd mondjam el, hogy a villamosra kapcsolatos szabályok tanítása még egyszer nem könnyű feladat,
És hozzáteszem, hogy egy kicsit más az, ami a Kressz könyvekben található, és ez nem biztos, hogy jó, meg egy kicsit más az élet. Tehát két példát mondanék, ugye a Kressz könyvekben 75 óta, amióta ez az újfajta Kressz megíródott, szerepel az, hogy az egyenrangú kereszteződésekben a balról érkező villamosnak is elsőbséget adunk, és kis hazánkban, a négy városban, ahol jelenleg villamos közlekedés van, gyakorlatilag nem ismerünk olyan kereszteződést, ami egyenrangú és villamos jönne, hiszen még valamikor a forgalomszervezési szabályok is rögzítették, hogy ahol villamos közlekedés van, ott valamilyen módon védeni kéne a kereszteződést, akár jelzőtáblákkal, akár jelzőlámpával, és ha körülnézünk a valóságban, ez így van, tehát ez a egyenrangú kereszteződésben villamos balra jövőnek elsőbsége van, ez inkább azért szerepel a Kresszben, mindig azt mondom, hogy a tanulókat egy kicsit, de tanulók agyát egy kicsit megmozgassuk, szoktam tréfásan mondani, de van egy helyen egyenrangú kereszteződés, a villamos érkezik a Petszváj József utcába, biztos sokan tudják, hogy ott van a fővárosi, a budapesti vizsgaközpont, és ott, ahogy vizsgáznak a tanulók a monitor, bizony sok feladat van ilyen ebben a témával kapcsolatban. A másik villamossal kapcsolatos érdekes szabály, ami időközben változik, ez a villamos pályán történő haladás, tehát a villamos vágányok igénybevétele hosszanti irányba. Ugye van egy érdekes Kressz szabály, hogy amennyiben a villamos vágányok az úttest közepén vannak, és útburkolati jellel megjelölték a forgalmi sávokat, és több sávos, tehát párhuzamos közlekedésre alkalmas az út, akkor a villamos pályát nem szabad igénybe venni hosszirányú haladásra, tehát még egyszer képzeljünk el egy kétsávos felfestett utat, plusz a villamospályát, ott a villamospályára nem szabad ráhajtani. Hát ezt tanítjuk is, be is mutatjuk képeken, és hát ki akartam menni videózni egy ilyet, hogy egy életszerű példát is bemutassak a tanulóknak, és azzal szembesültem, hogy nem sikerült ilyen helyet találni, mert minden ilyen villamos vágány, ott a körutak példája, a Bécsi út példája, ahol két sávban is villamospálya, tehát minden egyes villamospályát gyakorlatilag elzártak ezekkel a buckákkal, és így gyakorlatilag zárt villamospályaként kezeljük, és így nem is tudunk fizikai értelemben se rámenni a villamospályára. Tehát azért mondom, hogy itt is érdekes a szabályok sokasága, illetve az élet, és valóban, amikor a tanulóink kimennek autót vezetni, elmennek vizsgázni, akkor rájönnek, hogy azért a villamos nem akkora mumus, mert a legtöbb helyen kereszteződésben szabályozott a közlekedésük. Úgyhogy még egyszer, kedvencem a villamos, így szerintem a következő előadásom is a kedvencem lesz. Szeretettel köszöntöm Mészáros Andrást, akinek a hivatalos titulusa forgalmi üzemviteli mérnök, villamos forgalmi üzemeltetési osztály, villamos forgalom előkészítő csoport. Hát fejből ezt nem tudtam volna elmondani. András, nagyon sok titulusod van, és nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Mesélj nekünk a villamosról, illetve én tudom, mert előzőleg beszéltünk, hogy azért a villamossal kapcsolatban most egy egész speciális témát szeretnél előadni, úgyhogy átadom a szót, te következel. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntelek benneteket én is mindannyiótokat, főleg elsőképpen hát a két előtte felszólaló, nagyon nagy szakmai tudással rendelkező Gyuri bácsit, és hát persze Pető Attila Kressz professzor, mert én is sokszor és rendszeresen nézem a videóit, amiket föltesz az internetre, illetve a YouTube-ra. Sándortól, hiszen a Sanyit én már nagyon-nagyon régóta ismerem, 26 éves vasúti pályafutásom után én 8 éve kerültem ide a BKV-hoz, és azóta vagyok itt a villamos forgalmi főmérnökségnél üzemviteli mérnök. Igazából én azt a feladatot kaptam, és azt a címet kaptam a mai előadásomnak, hogy utasok veszélyhelyzetei az egyéni és közösségi közlekedésben, és hát főképpen itt a felszállás, leszállás, kapaszkodás és a vészfékezésről tartsak egy előadást. Úgyhogy ezekről szeretnék egy kicsit ma beszélni, illetve miután hát a száraz szavak azok nem olyan sokat mondanak, szerintem sokkal jobban bizonyítja egy-egy adott helyzetet, hogyha videón be tudok mutatni, úgyhogy én sok-sok videót hoztam, egy kicsit azért ez is talán majd az előadásnak a kötetlenségét fogja majd jelenteni. Attilának a felvetéséhez, és nem kritikaként, megmondom őszintén, hanem tényleg csak kiegészítésként szeretném megjegyezni, most már ugye nem négy városban van villamos közlekedés, hiszen nem csak Budapest, Szeged, Debrecen és Miskolcon van, hanem Hódmezővásárhelyen is már van, tehát van már egy ötödik városunk is, ahol van villamos közlekedés, mert a tramtrén városi szakaszokon, mint villamos közlekedik.
Úgyhogy utána ezt követően pedig akkor most megpróbálom elindítani az előadásomat. És türelmet kérek szépen. Kérnék szépen egy visszajelzést, hogy rendesen kimente a PowerPointos kép. Még nem. Akkor próbálom ismét. Most? Nem. Na? Most igen, igen, megvan, köszönjük. Köszönöm szépen, akkor kezdem az előadást. Nem ez, ez a címlom, ez a munka képernyőd. Válts képernyőt. Mert ha téged látunk nagyba, a villamos kicsibe. Ja, az... És most? Jobb oldalt ott van a következő képnek a, tehát nem diavetítési részben van. Na mindegy, Bandi. Nem, azért meg szeretném megcsinálni, hogy jó legyen. Igen. És akkor most diavetítés. Most jó a kép? Oldat lehet látni a következő képet, de mindegy, szerintem kezdjük el, mert... A gyógyír lenne, ha lekapcsolnád a második monitorodat, akkor nem lenne ilyen. Na, megpróbáljuk akkor így. És türelmet akkor még. Először csak a gépem se egy nagyon gyors gép. Most a diavetítés. Igen, csak nem akarom most megnyitni, hogy lekapcsoltam a másik géppel, vagy a másik monitort. Egy másodpercet még kérek szépen, vagy egy fél percet talán. Mindjárt megpróbálom megoldani a problémát, máshogyan. Egyébként érdekes ez a második monitor, mikor én még dolgoztam, akkor második monitor, örültünk, hogy egy jó monitorunk volt. Most nincsen még kint nálatok kép? Nincs, nincsen. Szerintem okay. Úgy, ahogy sikerül, és akkor majd tudomásul vesszük. Várjatok én? És a vetítő, és vetítés. Jó. Most? Jó lesz így. Jó lesz, menjünk. Jó. Igen. Ezért arra akkor nem tudom, mi a probléma igazából. Hát ez a mai előadásomnak a címe, utasok veszélyhelyzeti egyén és közösségi közlekedésben, felszállás, leszállás, kapaszkodási részvétezés. A Budapesti Közlekedési Központ, mint megrendelője a tömegközlekedési szolgáltatásnak, van egy személyszállítási üzletszabályzata, amely nem csak jogokat, hanem kötelezettséget is ró az utasok számára, melyek szerint az utasok a személyszállítás során, tehát magyarul a tömegközlekedés igénybevétele során kötelesek kapaszkodni, valamint biztonságosan elhelyezni kézipodgyászaikat.
Nézzük meg a közlekedési baleset fogalmát, ami a 60/2010-es ORFK utasításba van lejegyezve. Közlekedési baleset legalább egy mozgó, és ezt az egy mozgót kiemel szeretném emelni, közúti, vasúti, vízi vagy légi jármű, közlekedési szabályok szándékos vagy gondatlan megszegésével, gondatlanságból, illetőleg véletlenül előidézett olyan váratlan esemény, amelyeknél ok-okozati összefüggés vagy több személy ok-okozati összefüggés áll fenn, egy vagy több személy adott esetben meghal, megsérül, és dologi anyagi kár keletkezik. És itt a mozgó járművet szeretném majd kiemelni ebben mindenképpen, mert majd lesz olyan videó, ahol ennek van jelentősége. Ahogy Gyuri bácsi már említette, az egyéni közlekedésben, tehát magyarul a személyautókban milyen biztonsági eszközök vannak, hát ugye többek között a biztonsági övek, gyerekülés, légzsák, ugye kiemelt és nagyon hosszan beszélt a Gyuri bácsi, nagyon helyesen hozzáteszem. A fejtámláról én azt itt nem szerepeltettem, ez már az én hibám mindenképpen, de ez is egyértelműen hozzátartozik. Azon kívül rengeteg olyan plusz biztonsági eszköz van, amely adott esetben extraként hozzárendelhető egy személyautóhoz, ezeket itt most nem szeretném felsorolni. Tehát ezek vannak az egyéni közlekedésben, amíg a tömegközlekedési járműveken, autóbuszon, villamoson, trolibuszon, stb. Ott pedig van a kapaszkodó vas, ez a sárga színű, amit oldalt látható, illetve a kapaszkodó fogantyú, amit ugye fölül szokott lógni. Hiszen nem csak az ülőutasokat, mint ahol itt ez a fiatal ember üldögél, nem csak azokat kell ugye megvédeni a közösségi közlekedésben, hanem aki áll, azokat is kell valamilyen szinten védenünk. Hát nézzük meg a villamosoknál, hogy hogyan van az utasoknak a le- és a felszállása. Le- és felszállásra a villamos járművezető akkor adhat engedélyt, amikor a jármű a megállóban, illetve a végállomáson a le- és felszállásra kijelölt helyen megáll. Leszállás akkor lehet befejezetnek tekinteni, amikor az utas talajon áll és a járművet elengedte. Felszállást akkor lehet befejezetnek tekinteni, amikor az utas az utolsó a távműködtetési ajtó becsukását nem akadályozza. Természetesen vannak olyan esetek, amikor például egy áramszedő törés miatt mondjuk a jármű nem tud tovább menni, vagy egy másik baleset miatt nem tud tovább menni, amikor az utasnak adott esetben az úttestre kell leszállni, ebben az esetben azonban mindenképpen a villamos járművezetőjét terheli a felelősség, hogy meggyőződötte a biztonságos leszállás lehetőségéről, és erről az utasokat neki tájékoztatni kell a hangos utastájékoztatón keresztül. Az autóbuszoknál alapvetően ugyanez a helyzet az utasok le- és felszállására vonatkozóan, végállomáson, illetve megállóhelyen, le- és felszállási pontokon történhet, kizárólag a jármű álló helyzetében szabad kinyitni az ajtókat, illetve a gépkocsitól függően ajtónyitást engedélyezni, és ugyanaz vonatkozik itt is, mint a villamosnál, le- és a felszállás akkor lehet befejezetet tekint, amikor az utas az utolsó, vagy amikor már lent áll a talajon, és a járművet elengedte, illetve a felszálló utasnál pedig az utastérő ajtó becsukását nem akadályozza. Elindulás az autóbusszal, utastérő ajtók becsukódtak, az utastérő ajtók becsukódásáról a járművezető az adott típusnak megfelelő visszajelzést kapott, indítási jelző elhallgatott, valamint a meggyőzött arról, hogy a jármű indulásának egyéb akadályai nincsenek. Ugye ez a villamos is effektív ugyanez vonatkozik. Mi is a fékezés? Milyen fékezési módozatok vannak és mi a célja? Hát evidens, hogy a járműnek a sebességcsökkentése a cél. Ez történhet üzemi fékezéssel, intenzív fékezéssel, vészfékezéssel, sebességtartó fékezéssel vagy rögzítő fékezéssel. Villamos esetén menet közben a járművet intenzív vékezéssel kell megállítani. Tehát nem szabad indokolatlanul vészfékezni, mert abból adott esetben baleset következhet. Egyedüli kivétel ilyen, amikor azt mondjuk, hogy vészfékezést kell alkalmazni, az pedig nem más, mint a megállóból történő indulás, illetve a kihaladása a villamosnak.
miért is van ez, hiszen ilyenkor fordulhatnak elő olyan események, adott esetben utas még megpróbál felszállni a járműre, nem olyan régen fordult elő az egyes villamos vonalán, hogy noha szólt az indítási jelző, anyuka jött a két gyermekkel, és az egyik kisgyermek, noha szólt az indítási jelző, benyúlt a villamosba, pont amikor záródtak az ajtók, egy kicsi gyermek volt, vékony volt a keze, bezáródott az ajtó, azonban a bezáródás elleni védelmi rendszer nem lépett életbe, nem vagy működésbe, miután a gyermeknek a keze vékony volt, és a jármű elindult. A villamos járművezető ezt látta is, hogy van ott valaki ott a jármű mellett. Szerencsére aztán komolyabb baleset nem lett az esetből, tehát nem lett súlyos sérülése a gyermeknek, nagyon ügyes volt és talpa esett volt a kisgyermek, de hát mindenképpen a járművezető ellen eljárást indított a rendőrség, és ki is hozták bűnösnek az esettel kapcsolatban. Mert ebben az esetben, hogyha ilyenek vannak, akkor ugye mindenképpen vészfékezéssel kell megállítani a járművet, ha egyáltalán a járművezető észreveszi, vagy vészféke, vagy szólnak neki, hogy például valami probléma történt. Tavaly történt az az eset, amikor az egyik válogatott labdarúgó mérkőzés után az egyes villamos vonalán egy tátra három kocsiból álló szerelvény megállt egy középperonos megállóban, és egy illető, aki egyébként mint utólag kiderült, jelentős mennyiségű gyógyszert fogyasztott, nem a megállóhely felől, hanem a Hungária körúton átrohanva a gépkocsi oszlop felől kívánt átmászni két kocsi között. Azonban pont, amikor a csatlás szerkezetre lépett, a jármű megindult, hiszen a járművezető ezt nem látta, hogy jobb oldalt valaki belépett a járművek közé, mert bal oldalt volt a peron, ő azt az oldalt figyelte. Elindult, a járművezető nem is vett észre semmit, az égvilágon nem volt semmiféle rendellenes mozgása a járműnek, majd egy megállóval később szóltak neki, hogy hát úgy néz ki, vagy úgy látták, mintha valaki beesett volna, hát igen, valóban be is esett, el is hunyt a személy a helyszínen. Vészfékezésből adódó személyi sérülés, utas baleset, közlekedési balesetnek minősül. Szoktuk azt is mondani, hogy egy vészfékezés alkalmával az ülő utas leszáll, feláll, az álló utas meg lefekszik az esetek következtében. Mi is a vészfékezés? Előre nem látható ok miatt kell a járművezetőnek a sebességet csökkenteni. Típustól függően vészfékállásba kell kapcsolni a fékkapcsolót, maximális hatással kell működtetni az üzemi fék mellett, a simféket és a homokszórót is adott esetben. Homokszóró és üzemi fék az természetesen minden járműben van, simfék az már jármű függvénye. Mindenképpen meg kell azt is említeni, hogy vészfékezés alkalmával a járművezetőnek, ez igaz mind a villamosra, mint az autóbuszra, a trolibuszra, a elindulás előtt tájékozódni kell, hogy valaki megsérült-e, illetve valami anyagi kár keletkezett-e. Hogyha igen, akkor neki intézkedést kell kérnie, hiszen akkor az egy közúti baleset. Az is előfordult már, hogy az új típusú KAF járműveknél egy utas nekiesett a járművezető mögött lévő üvegfalnak, és az összetört, annyira nagy volt az esély, vagy annyira nagy volt az esése az illetőnek. Fékezés, hogy miből is tevődik össze, a teljes féktávolság az alapvetően két részből áll, van egy reakciótávolság, hiszen megyünk valamilyen sebességgel a járművünkkel, észleljük az előttünk lévő veszélyhelyzetet, és az a veszélyhelyzet észlelése és a cselekedetünk megkezdése között az a reakciótávolság, és hát járműtől függően pedig van egy bizonyos féktávolság, illetve sebességtől függően is. Itt bemutatok a következő dián különböző fajta sebességekhez hozzátartozó féktávolságokat, ezek gumikerekű járművekre vonatkoznak, személyautókra egészen pontosan alapvetően. Természetesen itt is nagyon sok minden befolyásolja, gumik állapota, aszfalt minősége, időjárás, stb. Stb. Fékezési távolságok a gyakorlatban, a 20 és a 40 km-es sebességre vetítettem itt ki a személyautónak, illetve a villamosnak a fék távolságát.
majd lesz egy videó, majd mindjárt, ahol a Zürichi Közlekedési Vállalat különböző sebességeknél mutatta ezeket be, onnan szedtem ezeket az értékeket, csak nem akarom az egész filmet végig levetíteni, egyszerűbb így kivetíteni egy diára is készen van. Fékezési módok és a lassulás, lassulásnak a mértékegysége az ugye méter per szekundum négyzet. Az üzemi fékezésnél átlagosan 1 méter per szekundum négyzettel lassulunk. Ebben az esetben megfelelő testhelyzetben az álló utas is állva marad kapaszkodás nélkül. Ez ugyanúgy az intenzív fékezésnél, amely 1 és 2,5 közötti lassulást eredményez. De kapaszkodásra mindenképpen még állva marad az utas. És a vészfékezés az pedig 2,5 méter per szekundum négyzettől fölfelé értendő. A villamosoknál ez általában ilyen 4 méter per szekundumig szokott terjedni, autóbuszoknál adott esetben ez még lehet még több is. Ezek üzemi dinamikától eltérő dinamikai hatást fejtenek ki az utasra, azaz közlekedési baleset lehet adott esetben a vége. Érdemes tudni, hogy egy-egy járművezető a veszélyhelyzet észlelésekor nem szabad, hogy azzal törődjön, hogy ő most milyen módozaton fogja megállítani a járművet. Üzemi fékezéssel vagy vészfékezéssel, mert a KRESZ harmadik paragrafus egyes bekezdésének célpontja általános baleset elhárítási kötelezettséget ró a járművezetőre. Azaz a vészhelyzet esetében baleset elhárítási kötelezettségi terheli a rendelkezésre álló berendezéssel, meg kell próbálni elkerülni az ütközést. Ez történhet vészfékezéssel, kikerüléssel, kormánymozdulattal. Persze a villamosnál hát ugye kikerülés vagy kormánymozdulat az nem képzelhető el. És akkor nézzünk sok-sok gyakorlati példát. Lesznek majd olyan videók, ami hát mondjuk aki nem bírja az ideg vagy a nyugtalan képeket, az, hogyha majd olyan helyzetbe kerülünk, akkor majd fogok szólni, akkor az inkább nem nézzem, mert hát lehet, hogy sokkalóan fognak hagyhatni. És egy kis bemelegítés, ami még nem is a fékezésről szól, csak olyan kis érdekes film elhoztam önöknek, nektek, hogy mégis mit történtek a villamos közlekedésben. Ez az eset Varsóba történik, nézzük ezt a villamost, amely ugye tud egyszer egyenesen menni, jobbra kanyarodni, illetve balra kanyarodni. Aztán jön szemben is egy villamos, és akkor nézzük tovább, és itt elterelődik a váltón, és már is ott a csattanás, illetve a kisiklása az eseményeknek. Következő videónk az Szegeden történt meg, amikor itt alulról jön a villamos, itt pedig fölül látszik majd az autóbusz, és egy eléggé csúnya ütközés, illetve kisiklás a következménye az esetnek. És akkor megállás a gyakorlatban, ez már a fékezés témakörébe tartozik. Ez a bizonyos zürichi oktatófilm, ahol bemutatják most ebben a részben, amit én itt kiszedtem, 40 km per óránál a vaskerekű és a gumikerekű járműveknek a vészfékezését egymás mellett, hogy hogyan alakulnak. Még a személyautó az 10 méter alatt megáll, 40-ről addig ez 30 méter kell a vaskerekű járműnek. És ugye mind a kettő üres volt, hogyha ez a villamos tele lenne, akkor ez még nagyobb távolság lenne, természetesen. Elsőbség meg nem adásából adódó ütközéseket szeretnék most mutatni. Alapvetően orosz videókat hoztam, azokat szedtem össze az internetről. Láthatjuk, hogy párhuzamosan mennek a villamos és a közút. Itt ezt a kis autót kell nézni, illetve itt van a jelzője a villamosnak, hogy szabad a holdfényjelző, és ő mégis úgy gondolja, hogy bejön a villamos elé, hát ez lett a vége. Következő eset egy budapesti eset, Tököli út egészen pontosan, autóbusz, és ezt az autót kell majd nézni, aki ide befordul az autóbusz elé, illetve igaz, hogy egy kicsit homályosan, de lehet látni itt majd a bal felső sarokba az autóbusz belső fedélzeti kameráját, hogy az utasoknak milyen mozgása történik egy ilyen vészfékezés alkalmával. Hát bizony dőlnek, mint a cementes zsák vagy homokzsák.
ismét egy szovjet eset, vagy orosz eset, amikor ez az autó úgy gondolja, hogy még át fog menni a villamos előtt, kipróbálja, hát nem jött neki össze. Majd szépen lassan megáll a járművezető, ő neki már nem kell sietnie. Majd egy következő cseh esemény, ha jól tudom, ahol nézzük ezt az autót, ezt a középső autót, aki egyszer csak úgy gondolja magát, hogy bekanyarodik a villamos elé. Egyébként az ilyen bekanyarodások az egyik legsűrűbben előforduló baleseti tényezők, amik a villamos közlekedésben előfordulnak. Ezek egyébként ugye alapvetően mind idegenhibás események, tehát nem a villamos járművezetőnek a hibájából történnek. A következő azért, hogy mégis legyen egy kis budapesti esemény, Bihari út, szállás utca kereszteződése, hát Bihari út az egyik ilyen kúrens helyünk, ahol nagyon sok balesetünk történik. Ott jött a villamos, ez meg bejött elé, meg is történt az esemény természetesen. Hála Istennek ez nem volt egy súlyos esemény. Következő eseményünknél pedig majd ezt a teherautót kell figyelni, aki úgy dönt, hogy úgy szintén be fog kanyarodni, jön a villamos, siklik, és itt majd nézhetjük, ezt az oszlopot is még kidönti a teherautó, aztán, hogy azok mire esett rá, vagy kire esett rá, azt már sajnos nem lehet látni, de ez egy eléggé csúnya esemény volt. Következőleg pedig majd figyeljük a járművezetőnek a kezét, a bal kezét, rajta van a menetszabályzón, és majd a kereszteződés, hogy milyen messze van még, amikor ő már látja az veszélyhelyzetet, megpróbál tenni ellene, már most fékállásba teszi a járművet, és most jön az autó, kellemes ütközés, járművezető nem idegeskedik, megtörtént, nem is tud már semmit se tenni, majd most szépen fogja magát, és hátra megy, megnézi, hogy mi történt. Következő esetünknél pedig majd ezt az autót lesz egy részt majd érdemes figyelni, illetve majd innen jobbra egy kikanyarodó autót megpróbálom megállítani, de nem biztos, hogy sikerülni fog. Most jött ki, annak a járművezetőjét majd tessék figyelni, hogy hogy magyaráz neki, aztán ő megkapja a pofont a másik oldalról. Mert csak arra nem nézett, amerre kellett volna, hogy figyeljen. Majd hát egy döbrentei téri esemény, ami úgy szintén nagyon sokat volt a magyar tévében is, mindenféle híradóban. Párhuzamos közlekedés van, tehát mind a két sáv előrefelé megy, nem szembe, vagy nem két irányú ez a kanyarodó rész itt. Itt a lámpa egyértelműen pirosra mutat a személyautó részére, és itt jobb oldalt lehet látni itt a lámpának, vagy az autónak a lámpáját. Azt tessék egyszerre nézni, hogy amikor még piros, akkor már meg fog indulni. Na most valamiért nem tudom elindítani. Hoppá, menjünk csak vissza. Elnézést. Pedig tényleg működött ez. András, mondjad el, hogy mit láttánk ott, hogyha... Igen, lehet, hogy az lesz. Lényeg az, hogy még piros volt, amikor ez a kis autó itt megindult, majd piros-sárga jelzési képnél érkezett be, és innen balról jött a villamos, és teljesen telibe kapta, úgyhogy még ezt az oszlopot is az autóval együtt kidöntötte. Tehát ugye a piros-sárga jelzési kép az még piros a személyautó részére, tehát akkor ő még nem mehet be a kereszteződésbe, hiszen az még csak a felkészülés, az indulásra a jelzési képet adja neki. Nem tudom, elnézést kérte, hogy akkor az most éppen miért nem indult el. Pedig egy érdekes esemény volt ez is. És állandó helyszínünk a döbrentei tér, ahol az autók ezt a két optikás fényjelző készüléket rendszeresen figyelmen kívül hagyják. Látszik is, hogy piros a lámpa, hát ő mégis úgy gondolta, hogy át akar jönni a villamos előtt, illetve majd jön a jármű másik irányból is a jármű. Következőképpen már tessék most balról nézni, úgy gondolja, hogy ő mégis át fog jönni. Az itt közlekedő járművezetők már úgy is közelítik meg ezt a kereszteződést, hogy itt erre fel vannak készülve, tehát olyan túl nagy várokra az eseményüket már nem éri,
mert biztosan van olyan hülye, aki úgy gondolja, hogy ő menni akar. Ez pedig egy lengyel esemény. Lehet látni, hogy jön a két villamos szembe, majd a zárt villamos pályán megjelenik egy furgon, aki meg akar előzni az egyik villamost, csak azzal nem számol, hogy jön szemből a másik villamos. Természetesen ütközés lett a vége. És hát amikor az utasok földkörüli pályára indulnak, illetve állnak, ebből is hoztam egy kis összeállítást. Ez egy autóbusz fedélzeti kamerája lesz majd belülről, amikor ez az autó letért az útestről, és oldalról nagy erővel, nagy sebességgel leküldközik az autó a busznak. És majd nézhetjük ezt majd több benti kameraállásból is. Itt a néni már figyel, de ennek előre beköszön a személy autóról. Lassítva is az események, ez az úr is itt az utolsó pillanatban megpróbál ugrani, lehet látni, hogy magától ugrik, de az autó adja neki meg az ölketet. Aztán egy másik autóbusz, ugye, ahol az utasok számára nincsen biztonsági öv, és én úgy gondolom, hogy noha nem találtam semmiféle leírást, de ez az autóbusz vélhetően felborulhatott majd. Majd megnézhetjük itt a eseménysort. Most megy le a rézsűn, az utasok azt pedig, hogy hogyan helyezkednek el. Aztán egy másik belső kamerakép, amikor egy oszlopnak megy neki az autóbusz, nézhetjük itt is majd mindjárt az utasokat, hogyan rendeződnek át pillanatok alatt, és milyen súlyos sérüléseket lehet így ugye szenvedni. Majd egy másik úgy szintén nem Magyarországon megtörtént eseményt lehet majd mindjárt majd látni, amikor egy villamos hátulról neki megy egy másik álló villamosnak. És hogy miért is ment neki? Hát azért, mert a járművezető a mobiltelefonját nyomkodta közben. Majd most kapcsol, most vette észre, de már természetesen nagyon-nagyon későn. És majd itt is, majd mindjárt majd láthatjuk a járműbe beszerelt benti videónak a képeit, hogy az utasok, hogy mit is élhettek át ott mögötte. Nézzük meg a nénit, ahogy az ülő utas ugye mindjárt lefekszik, majd lehet látni. Hát az arcát ugye rendesen bevágta, az biztos. Lesz majd még több videókép is, mert vannak más utasok is, ezen a képen éppen nem látszik semmi olyan, ami azt mutatja, hogy az utasok hogy hogyan rendeződtek át. A következő kameraálláson, itt az előző járműnek a hátsó frontkamerája, amikor ugye belecsapódik. És itt is nézhetjük, hogy a többi utas hogy hogyan rendeződött át. Hát ilyen egy ütközés az utasok szemszögéből észlelve. Hát most jönnek a keményebb képek, előre szólok. És akkor a gyalogosok, kerékpárosok és a villamos. Egy svájci, nem bocsánat, jól emlékszem, ez egy német példa, ahol bemutatják, hogy egy anyuka, aki éppen ugye mobiltelefonozik, és éppen valakivel nagyon-nagyon beszélget, teljesen máshol járnak a gondolatai, tolja a kisbabáját, a gyerekkocsit, nem figyel a fényjelzőkészülékre, jön a villamos, mindjárt észreveszi az utolsó pillanatban, hogy ugye, hogy ott a villamos, mert beszélget, az utolsó másodpercben a gyerekkocsi ott van, azt üti el a villamos, hát ez természetesen egy előre megrendezett eset, de ilyen mozgások vannak lassítva a villamoson, illetve hát a gyerekkocsival is ugye az történik, ami történt, ami lehetett látni. Ez egy budapesti eset lesz, nézzük a fiatal ember. Ott a villamos, te miért?
Hát mindenfelé nézett, csak arra nem nézett, amerre kellett volna. Hála Istennek a járművezető, aki szemből érkezett, úgy is észlelte az eseményt, így meg tudott állni, és nem történt a fiatal embernek baja. Itt pedig majd nézhetjük azt az esetet, amikor ez a néni, járművezető hölgy, hát kicsit sokkot kapott, azt hiszem, nyugodtan lehet mondani, mert majdnem látott egy gázolást. Még egyszer nézzük meg. Ez a fiú is mindenfelé nézett, csak ugye szemben nem nézte azt, hogy jön esetleg valaki. Aztán egy másik tipikus példa, ami elő szokott fordulni, indul a villamos, mellette baloldalt lehet látni az árnyékot, elmegy a kerékpáros, hogy a sínszálon megcsúszik a gumi, ő elesik, hát hála Istennek csak a kerékpár van a villamos előtt, gyalogol, hogy a kerékpáros az kiesett a jármű elé, vagy oldalra, bocsánat. Ez pedig egy nagyon durva esetnek néz ki, Budapest, Kőbányai út, Bajcsi Zsilinszky utcai kórházi megálló, és itt jobb oldalt, hogy tessék majd nézni ezt a fiatalembert, aki beesik a jármű elé. Hát egy picit be volt rúgva ez a fiatalember. Könnyű sérülésekkel egyébként megúszta az esetet, miután a járműnek van egy elől a kerékpár előtt egy szerkezete, ami a egy úgynevezett életvédelmi kerít vagy korlátja, ami meg ki tudja adott esetben tolni, hogyha éppen úgy kapja el a gyalogost, ki tudja a jármű kerekei elől tolni, és hát ez tolt egy kicsit odébb a fiatalembert, emiatt nem lett neki nagyon-nagyon súlyos a sérülése. És akkor nézzünk egy másik közúti példát, amikor ez a néni kijelölt gyalogátkelő helyen kíván átmenni, persze megfelelő körültekintés nélkül, így jön a kamion, ami pedig hát ugye nem vette figyelembe, hogy hát ott ez egy kijelölt gyalogátkelő hely, ahol gyalogosnak elsőbsége van. A néni, aki egyébként pedig biztos, hogy ő nem tud futni, ő úgy gondolja, hogy a kamion előtt át fog majd tudni majd futni. Hát mondom csak el, hogy ez nem jön neki össze. Miután vészfékezik, a jármű eleje előre bukik, és ennek az orrész kialakításának köszönhetően nem kerül a gyalogos a jármű kerekei alá, hanem odébb tudja nyomni a jármű. Ez pedig egy lengyel példa, ahol láthatjuk azt, hogy a jármű, a villamos a holdfényjelző szabad jelzésére érkezik. Itt van ez a kanyarodni szándék az autóbusz, ami természetesen megáll, hiszen a villamosnak elsőbsége van, és majd az autóbusz mögül érkező gyalogosokat tessék majd figyelni, akik ugye rohannak, véletlenül ezt a villamost akarták elérni. Itt van a két fiú. Hát az egyik az odébb tudott ugrani, a másikkal nem tudom, hogy mi lett. De az biztos, hogy a járművezető vészfékezett. Aztán a következő esetnél pedig itt oldalról fog jönni, jobb oldalról majd a villamos, illetve majd egy gyalogost is tessék majd ott majd előtte majd figyelni, aki úgy gondolja, hogy át akar a villamos előtt futni. Hát egy picit azért segít neki felgyorsulni a villamos ennek a gyalogosnak, hogy még gyorsabban tudjon futni. A következő esetnél pedig itt ez a hölgy, aki van, itt én itt most mutatok, hát az ő úgy gondolja, hogy át akar menni a villamos előtt. Ennyit mutatunk inkább róla. Nézzünk olyan példákat is, amikor a járvezető nem figyel, és ugye mindjárt egy olyan esettel kezdünk, amit az elején ugye mondtam azt, hogy ugye a közlekedés a balesetnél, hogy egy mozgó jármű. És itt van ez a furgon, ez a dobozos furgon, jön a villamos, és hát odébb teszi a furgont, amely űrszelvénybe lógott, azonban ebben az esetben, miután űrszelvénybe lógott, és ez egy álló jármű volt, innentől kezdve a villamosnak a járművezetője hibás, hiszen ő helytelenül mérte föl az oldaltávolságot. Itt a BKV-nál mi nagyon szigorúan és folyamatosan figyelemmel kísérjük természetesen a baleseti anyagoknak az alakulását, helyzetnek az alakulását, megkülönböztetjük az idegen, illetve saját hibás eseményeinket, és hát a saját hibás eseményeinknek majdnem 50%-a az ilyen űrszelvényben nyúló tárgyak való ütközésekből adódik.
Próbáljuk azt is ugye figyelni, hogy hol vannak ezek a helyek adott esetben, hogy ott milyen forgalomtechnikai beavatkozás lehet tetetni, és nem csak persze az űrszelőnybe nyúló tárgyak esetén nézzük ezt, hanem másból eseteknél is, hogy milyen javaslatokkal élhetünk adott esetben a Budapest közút felé. De azt is látjuk, hogy az ilyen események, mármint az űrszelőnybe nyúló tárgyakban ütközések eseteknek a többségét, a fiatal kis rutinnal rendelkező járművezetőink követik el, tehát akik még nem régen kezdtek el vezetni. Ez nem azt jelenti, hogy fiatalok, hanem maga a gyakorlati idejük fiatal még, vagy kevés járművezetésben. Még egyszer megnézhetjük ezt az esetet. Aztán egy másik eset, amikor a járművezető nem figyel, nézzük majd itt ezt a villamos, amit jön középen, illetve ezt az autóbuszt. Ami úgy szintén az autóbusz úgy gondolja, hogy följön a villamos pályára és ott fog közlekedni. Hát ennek egy siklás, illetve két törött jármű lett az eredménye. A következő eset, amikor a villamos járművezető hölgy, úgy szintén ez egy orosz vagy ukrán példa, mindenféle egyéni biztonsági eszközzel ellátva nincsen, tehát nincsen neki még biztonsági övese, azonban ő úgy gondolja, hogy az SMS-t muszáj megírni a szerelmének, sőt, telefonjában van elfoglalva, azonban ráment egy rosszul álló váltóra, és ennek egy siklás lett a következménye, és a hölgyike mindjárt le is ült, hát nem az ülésre, hanem a fenekére. Külső képet sajnos erről nem találtam. Ugye ezeket a videókat hoztam önöknek, nektek, és szeretném megköszönni a figyelmet, köszönöm szépen a megtisztelt figyelmet mindenkinek. András, nagyon-nagyon köszönjük. Most még kapcsolt ki magad. Jó. Hát hatalmas érdeklődéssel néztem, annyira érdekfeszítő volt ez a kis előadás, és millió új dolgot tudok meg én, azért szeretem ezeket a közlekedési beszélgetéseket. Bár végig azon töprengtem, emlékszel, hogy mivel kezdtem, hogy amikor a tanulók ugye jönnek, mert vezetni szeretnének, akkor úgy mumus a villamos, meg félnek tőle, és akkor megnézzük ezeket a filmeket, és ezek az emberek már nem félnek a villamostól, akik alá mennek, vagy neki mennek. Szóval hogy jutunk el oda, hogy a villamosból tényleg játékot csinálunk, ami nem játék. Tehát ez egy nagyon érdekes téma, és nagyon tanulságos. És talán ennél tanulságosabb, és a villamos a párhuzamba, akkor következő témánk a vonat. Hát ha a villamos nem játék, akkor mit mondjunk a vonatra? Ugye én is a kresszórámat úgy szoktam kezdeni a vasúti átjáró fejezetét, hogy a vonattal az életbe csak egyszer lehet találkozni, és közben látom Gábort is, és szerintem bólogat sűrűn erre a mondásra, hogy igen, azért a vonat nem játék, és mindig ezt a példát szoktam felhozni, amikor arról beszélünk, hogy mennyire ismerik a kressz szabályokat az emberek, hogy hát ki ne ismerni azt a szabályt, hogy a vonattal nem ütközünk össze, hogy a vasúti átjáróban hát megfelelő tisztelettel közlekedjünk legalábbis arrafele. És mégis minden héten olvasunk egy híradást arról, majd nem tudom, tudsz-e statisztikákat mondani, hogy igaz ez az állítás, hogy valaki a vonat alá ment. Sőt, én még azt az érdekes példát is el szoktam mondani, és ez egy kicsit fizika, itt az előbb volt szó erről a fékútról, hogy gondoljunk bele, hogy egy 50 km/h sebességgel haladó jármű egy másodperc alatt 15 métert halad körülbelül. Na most egy személygépkocsi 5 méter hosszú. Tehát mennyi annak az esélye, hogy valaki 50-nel közeledik egy vasúti átjáróhoz, jön a vonat és pont eltalálja. Tehát ha matematikailag nézem, akkor nagyon kevés. Ezt azért említem, mert hány olyan eset van, amikor valaki pont elfért még a vonat előtt, és arról nem szólnak a híradások. Tehát a fizika alapján egyébként több autónak kéne a vonatnak neki menni, ami előtte megy, mint hogy a vonat elüsse, de mégis szörnyűek ezek a balesetek. Annyi mentegetőzést hagy mondjak, hogy mi azért a kresszórákon megpróbáljuk alaposan felkészíteni a tanulókat. Tényleg minden vasúti átjáróval kapcsolatos szabályt beléjük súlykolunk, hiszen vizsgáznak ebből.
hagy mondjam el, ismert talán ez a szabály, bár múltkor láttam egy videót, nem vagyok meggyőződve, hogy ha nem működik a vasúti átjárót biztosító berendezés, akkor meg kéne állni. Volt múltkor egy film, aztán Fehérváron vették föl, hogy nem álltak meg az autósok sorba. Mi oktatás közben, hát ezt tanítjuk, sőt, egy kis félsz is van bennünk, hogy lehet, hogy csak mi állunk meg, mit fog mondani a mögöttünk lévő. Tehát én úgy gondolom, hogy a szabályok ismertetése részünkről, oktató, közlekedési szakemberek részéről adott, hogy aztán miért jutunk el oda, hogy nem tiszteljük mégse a vonatot, és megyünk alá, az bizony egy érdekes kérdés. Még mielőtt átadom a szót, egy nagyon érdekes gondolatot azért hagyd mondjak el ebben a körben, mert amikor tanítom a vasúti átjárót, akkor egy dolgot valahogy mindenki, nem azt mondom, hogy félre magyaráz, de egy kicsit másképp tudja. Amikor megkérdezzük, hogy mit jelent a vasúti átjáró fehér villogó fénye, akkor a legtöbben rávágják hát azt, hogy működik az átjárót biztosító berendezés. Én ezzel mindig megcsóválom a fejem, egyrészt azért, mert amikor pirosan villog, akkor is működik, tehát azért ebben nem mondunk annyival többet. Másrészt pedig a KRESZ egyértelműen rögzíti azt, és próbálok is itt idézni, hogy pontos legyek, hogy a továbbhaladást engedélyezi a fénysorompó villogó fehér fényjelzése, persze a leírt szabály alapján, hogy fokozott óvatossággal kell megközelíteni a vasúti átjárót. Úgyhogy vasúti szakemberként, ha megengeded, én mindig azt szoktam tanítani, hogy a fehér villogó alapvetően azt jelenti, hogy valószínűleg nem fog jönni vonat, de ez nem mentesíti a járművek vezetőit attól, hogy természetesen a fokozott óvatosság elv alapján körültekintsenek, meggyőződjenek arról, hogy mégsem érkezik vonat, és természetesen érkezik, olyan sebességgel közeledjék meg a vasúti átjárót, hogy meg tudjanak állni. No, hát ezen bevezető után átadnám a szót Husárd Gábornak, hivatalosan MÁV ZRT vasútbiztonsági igazgatósági szakértőnek, és izgatottan várom a vasúti átjáróval, a vasúttal kapcsolatos mondandódat. Köszönöm. Köszönöm a szót, kedves Attila. Nem tudom, láttok-e? Jó napot kívánok! Tehát egy kis statisztikát még az előadásom előtt, tehát mondtad, hogy valószínűség számítás szerint ritkák a balesetek, hát azt kell tudnunk, hogy naponta 3000 vonatnál több közlekedik, és évente 1 millió vonat. Ahhoz képest a balesetek száma nem igazán magas. Tehát egyetlen halotti sok, de az 1 millió vonathoz képest az nem olyan sok. Én készültem jeladással, és szeretném megkérni Fejmesi Lacit, hogy indítsa el. Köszönöm szépen. Nincs hang, Laci. Látjuk a képet, mondhatod. Laci, ez egy előre fölvett hangos előadás. Újra fogom indítani, kis türelmet kérek, valamiért itt a hang nem akart. Igen. Addig elmondanám, hogy hát bátor emberek nem csak a villamos előtt mennek át, hanem a vonat előtt is. Az előadásban mindenféle eseteket igyekszem bemutatni. Van, aki önszántából megy a vonat alá, van, aki gondatlanságból, figyelmetlenségből, autóval, gyalogosan, kerékpárral. Sajnos mindenféle eset előfordul. Amit Attila mondott utoljára, hogy miért nem olyan eseteket látunk, hogy a vonat oldalának megy az autó. Hát elég sok olyan eset van. Husár Gábor vagyok, a MÁV ZRT biztonsági főigazgatóság. Hangot kaptok? Kapunk, köszönjük. Átjárókon történő áthaladásról, a bekövetkezett balesetekről szeretnék beszélni. Előadásom címe: drasztikusan emelkedett a vasúti átjáros balesetek száma. Meghívunk. Mi a célom ezzel? Szeretném felhívni a figyelmet a vasúti átjáró kockázatára, számba venném a balesetek okait, ismertetek néhány kirívó balesetet, szeretnék hozzájárulni kismértékben az átkelők biztonságtudatos közlekedéséhez. Mi a lényeg? Általában a vasúti átjárókban, nem is általában, igen nagy többségben az átkelők figyelmetlensége okoz balesetet a KRESZ előírásának megszegése.
2008 óta nem volt vasúti hibából bekövetkezett halálos baleset a MÁV hálózatán. Ezek a balesetek évente 100 milliós nagyságrendű kárt okoznak a vasúttársaságnak. Évente 826 félsorompót törnek le, illetve tavaly ennyi esemény történt. Ezekben nem történt komoly baleset, de jellemzi az átkelők viselkedését, a lezárt sorompóra tekintet nélkül áthaladnak. Számokat fogok ismertetni a halálos balesetekről. Itt van a balesetek kimutatása, ezek mind halálos balesetek voltak. 2018-ban egy helyszínen 4 halott volt, összesen 24 halott. 19-ben 27 halott volt vasúti átjáróban. Volt olyan baleset, hogy 3-an haltak meg augusztus 21-én Verőcénél. 20-ban 7 halott halálos áldozat volt, egy helyszínen 2 halott. 21-ben 17 halott volt összesen. És 22 úgy kezdte az új évet, új év reggelén 4 halott volt egy helyszínen, Tapolca közelében. A napszakok, általában ezek a balesetek mind nappal történnek. Tehát nem mondhatjuk, hogy éjszaka, amikor sötét van és nem látunk nagy távolságon, hanem szinte kizárólag nappal történtek ezek a halálos balesetek. A számok még egyszer, itt vannak a súlyos sérültek is. Tehát, hogy mennyire drasztikusan nőnek a számok, hát itt van egy háttér, 24 halott, 27 halott, 7 halott, 17 halott. Tehát az, amit hallunk, hogy drasztikusan nőtt a halálos balesetek száma, ez így ebben a formában még nem bizonyítható. A 4 éves statisztika tehát ezt nem mutatja. Néhány befolyásoló tényező. 2020-ban, a vírusjárvány elején, a Maradj Otthon kampányban kevesebb baleset történt. 21-ben pedig a személyi következményeket tekintve alatta maradtak a kimenetelek az előző évieknek. Tehát kevesebb súlyos sérülés, illetve haláleset történt. Mik lehetnek ezeknek a balesetnek az okai? Miért történik? Miért történik baleset? Autós véletlenül hajt be az átjáróba, mert először jár erre. Nem tud az átjáróról. Nem látja a jelzőt, mert a bokor elfedi. A napfénye elvakítja a vezető szemét. A napfénye elnyomja a jelző színét. A vezető nem veszi észre, mert éppen telefonál. Vagy tudatosan áthajt a piroson, mert megbízik az átjutásban, még átérek, gondolja. Vagy épp, hogy észrevette a pirosat, inkább átvág. Azt gondolja, úgysem jön vonat. Még soha nem történt vele baleset. Azt hiszi, ő az erősebb. Vagy, ilyen is előfordul, öngyilkosságot követel, akár autóval is. Elakadhatnak járművek az átjáróban, mert motorjuk váratlanul leáll a legrosszabb helyen. A kereke lecsúszik az átjáró burkolatáról, előtte a sorompó lezárul, vagy előtte feltolódott járművek állják el az utat a kijárat elől. Fizikailag lehetetlen átjutni a időben, mert esetleg állatokat hajt át nagy számban, vagy túlméretes szerelvénnyel közlekedik. A MÁV átjáróin maximum 24 méter hosszú közúti szerelvénnyel számolunk a vasúti átjárókban. A gyalogos miért megy át a piroson? Mert azt gondolja, rá a piros nem vonatkozik. Nem látja még a távolabbi vonatot. Íves pályán nem is láthatja, mégis jön a vonat. Kapucnit visel, s telefonját nézegeti. Nem hallja a modern, csendes vonatot. Nem hallja, mert felhallgatóján zenét hallgat. Azt hiszi, hogy a másik vágányon nem jön a másik vonat. Korszerű motorvonatok közlekedését nem halljuk, mert a vonatok futása csendesebb. Korszerű pályán még csendesebbek ezek a vonatok. Villanymotorvonatok pedig a dízelnél is csendesebbek. A tóparti átkelőhelyeken, amely elég sűrűn követke egymást, például Balatonnál, mindenféle tárgyat cipelnek, ami akadályozza a kilátást, matracot, nagyméretű felfújható játékot. Átkelnek a vasúti átjárón, mert a biztosító berendezés elromlott. Ez nagyon ritka eset, aminek jeleit a közlekedőknek fel kell ismerniük. A KRESZ erről az esetről pontosan rendelkezik. A főigazgatóságunk a vasúti átjárókban bekövetkező ütközéseket közúti balesetnek tekinti. Ennek oka szinte kizárólag a közúti vezetők vétenek és okoznak balesetet. A sorompó zavarba esik. Ez a legritkább eset.
2009. október 17-én Ebesnél történt halálos baleset. A közúti jármű, mely a vonat előhajtott, és a vonat tolta maga előtt hosszú távolságon keresztül, tehát a jármű kigyulladt, a tűz átterjedt az osztrák mozdonyra, a gépkocsi vezetőnője a helyszínen meghalt. Előtte a fél és fénysorompó zavarállapotban volt, csaporúgy a függőleges helyzetben állt, viszont a zavarállapotot jelezte a fényezőkészülék nem normális működése. A baleset, illetve a zavarállapot oka lehetett a mozdonyvonat által használt jobbvágány mindkét sínszállára idegen eredetű szennyeződés került Ebes és Debrecen között szinte teljes hozban. Ez a szennyeződés elektromosan szigetelt, sönt érzéketlenséget okozott. Anyagát vizsgálták, igazságügyi szakértő is dolgozott az ügyön, nem sikerült kideríteni az okát. Még érdekes és tragikus momentum volt, a tűz oltása csak 42 perc késedelemmel kezdődhetett meg, a feszültségmentesítési igazolás késői kiállításáról, illetve kézbesítése miatt. Ezért porig égett szinte a récset mozdonya. Baktató állatsereg okoz balesetet. Csúnya kép, 2016. október 5-én látták a kollégák Vajta megálló közelében. Nem biztosított vasúti átjáróban hatalmas csordát, 57 szarvasmarhát hajtott át egy pásztor csordás. A traktor utánfutóján utazó borjak után ballagtak a felnőtt állatok. A motorvonat belefutott a szarvasmarha csordába, 14 szürke marha helyszínen elpusztult, kettőt kényszervágni kellett. A motorkocsi kisiklott, a vasútpálya 50 méter hosszban rongálódott, 65 betonaljat kellett cserélni, nem is beszélve a szürke marhák óriási értékének elvesztéséről. Mozdonyvezetők haltak meg ilyen balesetekben. Ez a kimenetel a legsúlyosabb, legszomorúbb. Általában a mozdonyok, motorkocsik eleje úgy készül, a kivitele olyan, hogy megvédi a mozdonyvezetőt. A motorkocsi kevésbé, a régi mozdonyok nagy tömege, magas elhelyezkedése, a vezetőülés magas szintje egy kis védelmet ad a BZ motorvonatokkal szemben. Általában a mozdonyvezetők kevesebb része hal meg, mint az autóvezetők, de vannak kivételek. Láttuk ezt a képet sokan, Délegyházán történt 2010. október 20-án. Sóderszállító teherautóba ütközött a vonat, tartályvonat, illetve tartálykonténereket szállító tehervonat. A kavicszállító autó nem állt meg az átkelő helyen. A V43-as mozdony az ütközés következtében oldalra repült, a mozdony felborult, vezetője meghalt. 16. november 28-án Nyúl megállóhely közelében történt tehervonattal. Sorompó nélküli átjáróban gabonát szállító nyerges hontatóval ütközött egy vonat. A vonat 55 km sebességgel haladt. A fülkébe beszorult a mozdonyvezető, tűzoltók szabadították ki. Elvérzett, a kórházba szállítás után éjszaka meghalt. Mellette a tolatásvezető is súlyos sérüléseket szenvedett. A mozdony kisiklott, jelentősen megrongálódott, a kocsik is megsérültek, a tervonat 16 gázolajjal rakott tartálykocsija megsérült. Veszélyes anyagi áramlás nem történt, ebből származó a baleset nem következett be, a gázolaj nem gyulladt ki, környezetszennyezés nem történt. A pálya viszont 250 méter hosszban megrongálódott. A nyerges vontató vezetője nem sérült meg. Ő okozta a balesetet, de nem sérült meg. 14. november 11-én Bátaszék közelében, itt már egy kisebb kocsiról van szó, egy motorkocsi, a BZ képét látjuk. Az 56 éves mozdonyvezetőt a fülkéből tűzoltók szabadították ki, a szekszárdi kórházban meghalt. A motorkocsi súlyosan megrongálódott, látjuk, a pálya megsérült. A teherkocsi potkocsia a közúton felborult,
vezetője itt sem sérült meg. Ez egy nagyon ritka eset, autóval lesz valaki öngyilkos. Pár éve történt egy halálos vasúti baleset, öngyilkosságot követett el az autóvezető, befejezett öngyilkosság volt, meghalt, szándékosan hajtotta a vonat elé. Sajnos a részletket nem találtam meg, de akkoriban ez nagyon érdekes eset volt. Gyalogosok kelnek át az átjáróban, és nem figyelnek oda. Felsőgödön történt a következő eset 2015. februárban. Egy fiatal lányt, egri lakost, bizonyos Máriát gázolt halálra a flért. 24 éves volt, édesanyja gépkocsival hozta ki a vonathoz, mely már bent állt Felsőgöd megállóban. A lány futásnak érett, nem vette észre a másik vágányon érkező másik motorvonatot, mely halálra gázolta. Szintén Felsőgödön, néhány évvel később 18-ban, itt is egy fiatal lány, 17 éves volt, akit halálra gázolt a vonat. A piros jelzés ellenére indult el az átjáróban. A mozdonyvezető kürtölt, többen kiabáltak is neki, ám szemtanúk szerint a lány ezekre nem figyelt fel. Többen arról számoltak be, hogy a lány fülében fülhallgató volt, és telefonját nézegette, amikor megtörtént a tragédia. Elakadnak autók vasúti átjárókban. Ez egy nevezetes esemény volt 2013 karácsony előtt Győr és Öttemény között. Szabályosan kelt át az autó, azonban az útjáró burkolatáról lesodródott. Az átjáró burkolata és az uzott kő között a burkolat szélén van egy 10-20 cm-es szintkülönbség, ahonnan már önerőből nem képes visszatérni a lesodródott gépkocsi. Annak vezetője értesítette a rendőrséget a történtekről azonnal. A rendőrség továbbította az üzenetet a MÁV-nak, a vasúti forgalmat leállították, de mivel nem volt pontosan meghatározva, nem tudták, hogy hol kellene, ezért nem itt, hanem egy másik vonalon állították le a forgalmat. Eltelt 7 perc, majd a Rage-et az elakadt gépkocsiba ütközött. A roncsot 550 méteren át tolta maga előtt. A gépkocsi kigyulladt, úgy, mint Ebesnél, a tűz átterjedt itt is az osztrák mozdonyra. Itt is ugyanaz a helyzet volt, mint Ebesnél. Az esemény után 103 percet kellett várni, amíg a tűz oltását meg tudták kezdeni, mivel hogy nem sikerült a feszültségmentesítési igazolást kézbesíteni időben. Az osztrák mozdony porig égett, személyisérülés nem történt. Gárdonyban történt hasonló eset. Egy nő volt a Seat Toledo vezetője, lekanyarodva az útátjáróról, a két vágány között elakadt, a kerék lecsúszott az átjáró burkolatáról, rá az uzott kőre az egyik kerekével. A vezetőnő az autóból kiszállt, segítséget próbált kérni, de már látta, hogy jön a vonat. Az autó mellé állva a vonatnak hátat fordított, úgy várta meg, amíg elhaladt mellette. A gyorsvonat 150 méterről fékezésbe kezdett, az ütközést elkerülni már nem tudta, a kocsit kirepítette az árokból. Személyi sérülés itt sem történt, a személygépjármű azonban totál káros lett. Szerencséje volt a nőnek. Ajak megállóhely közelében történt 2017-ben hasonló eset. A gépkocsi totál károsra tört, itt sem történt személyi sérülés, mert a három utas az ütközés előtt kiszállt a kocsiból. Dunakeszin történt hasonló eset 2020-ban, Aerocity, a bátori Aerocity. A gépkocsi motorja az útátjáróban leállt. A vezető nem tudta beindítani, megpróbálta kitolni, majd amikor észlelte, hogy a fél sorompók záródnak, odébb állt, félreállt. A Suzuki totál káros lett, a szlovák mozdony kismértékben rongálódott. Mékoton egy szomorú eset történt az elmúlt év vége felé. Elakadt, leállt a motorja az Opel Zafirának, belőle ketten kimenekültek a leállás után. A másik két utas, illetve a vezetőnőnek ez nem sikerült. A vezetőnő kiszállt, ki akarta menteni a mögötte biztonsági övvel bekapcsolva utazó 71 éves anyósát, de nem sikerült. Ő meghalt. A vezetőnő súlyos sérülést szenvedett, helikopter szállította el.
szomorú kettős állampolgárok voltak, magyar-román állampolgárok, napszámba jártak át fűszerpaprikát szedni Magyarországra. Sűsápon történt hasonló eset év végén, december 17-én. Két utas az ütközés előtt kiszállt, személyisérülés nem történt. Mert elállják a kiutást, egyéb autók, azért ragadnak bent utátjáróban autók, és így következik be baleset. Szabadin történt ez a baleset, egy átjáróban, állomási fénysorompóban, július 17-én az elmúlt évben. A július fontos lesz a továbbiakban. Négy mentőautó, két tűzoltóautó és mentőhelikopter is érkezett a baleset után. Szombaton 11:30 körül, Szabadin Fürdő vasútállomáshoz. Egy autó beszorult az éppen lecsukódó sorompók közé, a Budapest felől érkező vonat pedig elütötte az autót. Mindenki túlélte, a sofőrt azonban mentők szállították helikopterrel kórházba. Súlyos sérüléssel, a mellette utazó férfi könnyű sérülésekkel, mindkettőt a helikopter szállította el. A Volkswagen Golf totál károsra tört. A V43-as mozdony jócskán túlhaladt három kocsival. Itt a szemtanúk beszámolását idézem fel. Hatalmas tülkölésre figyeltek fel sokan Szabadin Fürdő környékén. A mozdonyvezető próbált jelezni egy sinekre szorult Golf vezetőjének, hogy érkezik, de az már nem tudott elmozdulni. A vonat elütötte az autót. Nagy volt a forgalom, a kocsi pedig benragadt az átjáróban, mondta a szemtanú. Amikor csukodott a sorompó, próbált kijönni a sinekről, de szemben is állt a nagy kocsisor. Hátrafelé sem sikerült, mert ott is álltak mögötte. Mindenki üvöltött, dudált, hogy menjenek onnan, vagy hogy mögülük tolassanak hátrébb. Még talán ki tudtak volna jutni, üvöltöttünk a többi sofőrnek, hogy menjenek hátrébb. A hátul ülők kiugrottak az autóból, de a sofőrnek már nem sikerült. Ugyanott egy hónappal később. Augusztus 15-én, ugyanabban az átjáróban, Szabadi állomás megállóhely mellett. Szabadi SR 102-es átjárójában. A Balaton Intercity ütött el egy személygépkocsi utánfutóját. Itt személyi sérülés nem történt szerencsére, az utánfutó és a mozdony kismértékben rongálódott. Ugyanaz volt, mint egy hónappal korábban. A közúti jármű az előtte feltorlódott járművek miatt nem tudott kihaladni, nem tudta elhagyni az átjárót. Azt tudni kell, a térképen lehet látni, hogy a 70-es út irányában van még egy jelzőlámpa, nem sokkal a vasúti átjáró után. Ha az pirosat mutat a 70-es út előtt, akkor bizony feltorlódnak az autók a vasúti átjáróban. Vonat oldalának hajtanak gépjárművek, ez egy évtizedes tapasztalat. Szabadegyházán történt, május 1-én 18-ban. Itt két utas, egy férfi és egy nő életét vesztette. A Suzuki Swift totál károsra tört. Egy Intercity-vel történt a baleset. Az Intercity első kocsijának ütközött a személygépkocsi, miután megkerült a lezárt sorompót. Sűsápon is történt hasonló eset. Tartályvonat oldalának hajtott egy autó. Gondolni, hogy éppen jött a vonat, mert a 24. kocsi az azt jelenti, hogy most már régóta, lehet, hogy percek óta haladt át a tehervonat, ami ugye lassabban megy, mint a személyvonat. Az új év úgy kezdődött, hogy január 1-én Tapolcán ezzel a képpel 10 óra előtt Tapolca közelében jól működő fénysorompóval fedezett útjáróban a vonat személygépkocsival ütközött. A Skodában 5 fiatal utazott, közülük 4, egy lány és 3 fiú a helyszínen meghalt. Ketten testvérek voltak, a lány és a sofőr. Egy fiatal lányt súlyos életveszélyes sérüléssel mentőhelikopter szállította el. Ebben a vasúti átjáróban, a jól működő fénysorompóban 2020. szeptember 1-én szintén történt egy hasonló baleset, akkor szintén helikopter szállította el a súlyos sérültet, a Suzuki vezetőjét. Két egyházán másodikán, január másodikán szintén történt sorompós baleset. A lecsukott félsorompókat kikerült a vezető, aki súlyos sérülésekkel élte túl az ütközést.
a gépjármű megsemmisült. Mi a célunk az egész felhívással? A vonat féktávolsága több száz méter, tudni kell, hogy a mozdonyvezetőnek nincs esélye az ütközés elkerülésére. A vasúti dolgozók, így a biztonsági főigazgatóság kollégái évek óta folyamatosan, évi 60-70 esetben a helyszíneken tartunk látványos, közös közlekedés biztonsági akciókat a rendőrséggel figyelemfelhívás céljából. Legfőbb cél a baleset megelőzése, felhívni a figyelmet arra, hogy a balesetek elkerülhetők lennének, ha a közlekedők figyelmesen, kiemelt körültekintéssel, a szabályok betartásával közelítenék meg az átjáró helyeket. Kérjük az átkelőktől, az átjárókat csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. A vasúti átjárót, hogyha biztosítva van, csak akkor szabad áthajtani rajta, ha mindkét sorompó nyitva van, és a fényjelzőkész villogó fehér jelzést ad. Itt figyelemmel kell lenni arra, hogy mindkét feltétel szükséges. Tehát a csapóród függőleges legyen, és mindkét fehér jelzés felváltva villogjon. Az átjáróban folyamatosan, azaz megállás nélkül minimálisan 5 km-es sebességgel kell áthaladni. Előzni tilos, ezek a KRESZ szabályai, ugye, ha nem működik a berendezés, minden esetben meg kell állnunk az átjáró előtt. Csak azután szabad tovább haladni, ha meggyőződtünk róla, hogy nem jön vonat. Az üzemzavart a fénysorompónál az jelzi, ha egyik fény sem világít. Sajnos az osztrák vasúton ez a szabad jelzést jelenti. A szabályok összehangolásában ez még nem sikerült az Európai Unióban. A tilos jelzés a gyalogosokra és a kerékpárosokra is egyaránt vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is, így a szirénázó mentőkre és tűzoltókra is. Biztonsági tájékoztató. A biztonsági főigazgatóságon szerkesztjük, én gyűjtöm össze az anyagokat, én szerkesztem a havi biztonsági tájékoztatót. A jelentés célja ugyanaz, mint mostani előadásomé, figyelemfelhívás, tanulságok leszűrése, balesetek megelőzése. Ha valaki szeretné, és kapok egy e-mailt erről, szívesen küldöm rendszeresen. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Gábor esetleg itt van még, vagy? Itt vagyok, hogy nem. Jaj, de jó. Én leszek az első, aki jelentkezek. Parancsolj. Szépen ilyen biztonsági tájékoztatót, sőt, megígérem, úgy is tervezek most egy komolyabb filmet a vasúti átjáróval, hogyha engeditek, akkor szemelvényezek belőle adatokat, mert mégiscsak sokan néznek, sokan látnak, hát, ha én is tudok segíteni ebben, hogy ne legyen ekkora baj. Megteszed, hogy az előadásom van az e-mail címem, hogy oda... Egy névjegyet, jó? És akkor beszélek a címlistába. Örülök. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon jól összerakott előadást. Bevallom őszintén, amíg néztem, hallgattam, a futkosott a hátamon a hideg. Tehát ezeket az eseményeket elképzelve, és sajnos be kell számolnom arra, hogy pár évvel ezelőtt a Kőér utcai átjárónál álltam autóval, lezárt sorompónál, és egy részeg vagy öngyilkos előtt gyalogos az órom előtt ment a vonat alá. És ez úgy bennem van, és most nem akarom elmondani, mit csinált a vonat az emberből, de azóta tudom, hogyha ilyen fehér meszelések vannak a vasúti átjáron, ott nemrégiben sajnos gázolás történt, igen, ezt azóta megtanultam nagyon. Egy pár dolgot azért itt magamban megjegyeznék a témával kapcsolatban, főleg mint közlekedési szakoktató vagy elméleti szakember, tehát az előző példát kihangsúlyozva, hogy igen, a gyalogosokra is érvényes a vasúti átjárót biztosító berendezés működése. Nagyon jó mondtad példaként a balatoni fürdőhelyi eseteket, ahol matraccal egyébben, vagy anélkül úgy gondolják, hogy messze van a vonat, és átmennek előtte. Egyrészt ez nagyon rossz példamutatás mondjuk gyerekeink számára, vagy azok számára, akik majd később járművet vezetnek, másrészt pedig nem biztonságos, és a KRESZ ugye egyértelműen ezt tiltja. A másik megjegyzésem, ugye a szabály egyértelműen rögzíti, te is említetted, hogy üzemzavar esetén van egy kötelező megállás, míg egyéb esetben ugye egy lassítás a fokozott óvatossággal együtt az megengedett, de ilyenkor meg kell állni, és álló helyzetből kell meggyőződni
arról, hogy érkezik-e vasúti jármű. Én nagyon régóta mondom, és örültem, hogy az előadásodban is szerepelt ez a napfénye belevakít a lámpába, és nem látom, hogy igazán nem csak az üzemzavarnál kéne így viselkedni, hanem minden olyan helyzetnél, amikor a megszokott berendezés nem egyértelmű számomra. Akár nem tudom azonosítani, akár belevilágít a lámpa, vagy bármi olyan helyzet van, ami eddig nem volt, még egy letört soromporudat is ide tudnék sorolni, ilyenkor bizony meg kellene állni a járművel, és ezzel álló helyzetből tudjuk maximálisan megnézni azt, hogy érkezik-e vonat. Kresszorán mindig tréfásan szoktam mondani, hogy ha nem látom az autóból, akkor küldjük ki az anyósunkat, és tegye rá a fülét a sínekre, de hát ez régi anekdóta, de ez mutatja azt, hogy tényleg ilyenkor a biztonság kéne, illetve egy dolgot, ugye én jól tudom, erősíts meg ebben, amennyiben a vonatvezető tudja, hogy nem működik az átjárót biztosító berendezés, akkor ugye le kell lassítani, azt hiszem 15 km/h sebességre. Van ilyen szabályotok, ugye? Természetesen ez így van. Így van. Ez nem egy üzemszerű állapot, nagyon rövid ideig tart, de ha tudják értesíteni a mozdonyvezetőt, vonatvezető már régóta nincs, mozdonyvezető. Bocsánat. Rendben, akkor ez a szabály, igen. Igen, sőt, hangjelzést is kell találni. Természetesen így van. Mert ugye mondta egy szomorú esetet, ott valami sönt keletkezett a sínen, gondolom, ott nem tudta a vonatvezető, azért jött ilyen nagy sebesség. Mozdonyvezető nem tudta. Bocsánat, jól igen. Van. Na. Egy nagyon érdekes gondolatot még hagyd mondjak el. Mindig viccesen szoktam a Kresszben megemlíteni. Van ám egy olyan szabály, de hát még a gyakorlott oktatók se tudják, hogy a vasúti átjáróban állatokat csak kisebb, legalább maximum 10 fős csoportba szabad átvinni, és mindig mondom, hogy hát ez egy lényegtelen szabály, de ezek szerint nem, mert ezek szerint megtörtént nagyon komoly baleset ezzel kapcsolatban. Azért tettem bele. Hihetetlen, hihetetlen számomra. Illetve még egy utolsó gondolat, többet beszélte itt az elakadt autókról, forgalomból beragadt autó, pedig ezt mi tanítjuk, hogy nem szabad a vasúti átjáróra ráhajtani, ha nem tudunk átmenni. Szintén a Kőér utcánál készítettem én is felvételt, ahol a soromporudat rácsukták az ott álló autóra, mert nem tudott se előre, se hátra menni, tehát azért ez a valóságban így van. Ami viszont egy nagyon érdekes tapasztalatom, és Gödnél csináltam egy felvételt, és ugye, ha jól tudom, az a Szobi járat, ahol azért nem olyan lassan mennek azok a vonatok, Szob fele, hogy direkt a vasúti átjárót fotóztam le, hogy hogy működik, hogy be tudja mutatni, amit ki is hangsúlyoztál, hogy ugye attól, hogy még a rúd áll, de már a lámpa pirosan villog, az ugyanúgy tilosat jelent, nem menjünk át. És képzeld, az volt a tapasztalatom, ugye bejött a piros villogó, utána megmozdult a soromporúd, leengedték, és direkt kitettem egy órát, 14 másodpercen belül jött szerintem olyan 130-al a vonat. Ez így tehát van, pontosan, jól mérte. De ez jó. Hát borzongva az ember, de sajnos ez így van. Nagyon nagy a forgalom a Szobi vonalon, például a 70-es vonalon, másképp nem lehetne megoldani. Jó, csak én emlékszem, hogy fiatal koromban voltak olyan átjárók, hogy ki volt írva, hogy 10 percen túl is lezárva tartható, erre most meg 15 másodpercen jön a vonat, tehát esélye nincs arra esetleg, hogy kiszálljon a vonatból, vagy az autóból. Azonnal kell intézni. Ha lecsúszik, a sorompó át kell törni, nem kell ott maradni. Kevesebb bajt okoz, hogyha áttöri a sorompót, mint hogyha ott marad. Igen, igen, én is úgy gondolom. És úgy tudom, ezek a félsorompók, ezek könnyen kimozdíthatóak egyébként, meg letörnek, meg kézzel fölengedhető. Tehát... A szél letöri. Világos. A szél letöri? Igen. Van olyan, hogy ne. Van mert egy esztergát, 6 mm-es csavar, és az eltöri. Kicserélik, utána visszaszerelik, utána működik rendesen. Nem egy erős dolog. Igen, csak ugye az a bajom, hogy megint visszamegyek a Kresszre, az én szakterületem, a Kresszben egyetlen benne van, mit kell csinálni olyankor, hogyha a vasúti átjáróba elromlik egy jármű. Biztos ismered ezt a szabályt. Az első, hogy mindent meg kell tenni, hogy a járművet eltávolítsuk onnan. Na most kérdezem, hogy 15 másodpercet mit tudok tenni. Illetve értesítenem kell a vasút alkalmazottját, vagy esetleg inkább jobb ilyenkor talán a 112-t hívni, de nem tudom ennyi időt, mit tudnának csinálni. Tehát továbbra is maradjunk annyi, hogy szálljunk ki az autóból. Menekülni kell. Menekülni kell, igen, igen. De még a Kresszben benne van, nincs már így Gyuri bácsi, de biztos, hogy is emlékszik, vagy nem tudom, te láttad, de a vasúti átjáróval kapcsolatos 75-ben készült fekete-fehér film, oktatófilm
volt, ahol az történt, hogy emlékszem, egy ladának kitört az első kereke, és rajta ragadta az átjáron, nem tudták arrébb tolni, és akkor két kislány két kendővel elindult a vonat fele szaladva, hogy álljon meg, és múltkor pont hallottam egy olyan esetet, hogy valaki kiszállt a vonatból, és elindult a vonat fele, és talán sikerült is megállítania. Vannak ilyen esetek, de nem az ilyen 15 másodperces napoknál. Van olyan eset, amikor egymással szembe, nagyon ritka, de elindul a két vonat, és a mozdonyvezetőket tudják értesíteni. Ekkor volt, hogy leszállt a jegyvizsgáló, előre szaladt, és sikerült kézijelzéssel megállítani a szemből jövő vonatot. De akkor már a rádiózás is sikeres volt, úgyhogy megálltak több száz méterre egymással szemben, nem történt ütközés. Olyan szakmai titkot el tudsz nekem árulni, hogy ugye most minden vonatvezetőnek már van valami mobil készüléke, ahol azonnal tud értesítést kapni. Vagy hogy vonatvezetőknek most? Nincs. De bocsánat, mozdonyvezető, igen, jobban figyelek föl. Van ugye a mozdonyrádió, az a szabványos használatú távközlési eszköz, de igazából mindenkinek van szolgált a mobiltelefonja, az sokkal rugalmasabb. Egy pillanat alatt bármilyen kapcsolás létrejön. Most már ez adott, nem úgy, mint a régi világ. A telefont már nem használják. Aha. Ha ismered, volt egy kis táska, meg kellett állni a vonattal, megkeresni azt az oszlopot, ahol bedugta a kézibeszélőt, és akkor lehetett beszélgetni. Az már régóta nem használatos. Nagyon. Az F2-es utasításban még benne van ugyan. Nagyon jók ezek a szakmai titkok, és örülök, hogy elárulod. Még azt mondd meg, hogy a mozdonyvezetőnek kötelessége minden vasúti átjárót hangjelzést adni, vagy nincs ilyen szabály? Nem, nincs ilyen szabály. Nincs ilyen szabály. Csak akkor, hogyha tudja, hogy nem működik, ugye? Akkor abban. Akkor és még olyan esetekben, amikor úgy ítéli meg, hogy muszáj. Nagyon jó. Hát továbbra is imádom a vonatot, és köszönöm neked ezt az előadást, mert hát most már nem, de gyerekkoromban én is mozdonyvezető szerettem volna lenni, és ki nem. Te vezettél már mozdonyt, annyit? Igen. És egy nagy élmény, nem? Hogyne, igen. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél nekünk. Folytatnánk a programot, köszönöm a részvételedet, de hát Mészáros Gábor, rendőralezredes doktor úr sajnos nem tudott eljönni, pedig a témája az nagyon-nagyon tetszett volna, pofátlanítás a közutakon, hiszen jelenlévőket kérdezem, ki nem látott még ilyen videót, és ki nem mondta magába, hogy úgy kell, megérdemelte, hogy pont elkapta egy rendőrautó, lefotózta, és talán meg is büntette. De azért egy érdekes dolgot hagyd mondjak el, 1988-ban kezdtem oktatni még egy 2105-ös ladát, talán itt ez nem reklám, be lehet mondani, és akkor én már mondtam, hogy igazából az oktatóautókba kéne kamerát tenni, mert amit egy tanulóautóból lehet látni, az szörnyű. Tehát azért valljuk be őszintén, a tanulóautó az a jármű, amelyiket még az is meg akarja előzni, aki életében soha nem előzött, mert hogy ott döcög előtte, és bizony abból mindig láttunk rengeteg szabálytalanságot, rengeteg fegyelmezetlen autóst, mert én igazából ezt a szót emelném ki, itt nem is a szabálytalanság a lényeg, hanem a fegyelmezetlenség. Tehát elnézem ezeket a pofátlanító videókat, azért a legtöbb esetben tudatosan követik el a szabálysértést, tehát nem arról van szó, hogy nem ismerte volna, hogy van egy ilyen szabály, hanem tudatosan hozzák magukat olyan helyzetbe, ami ugye kellemetlen, és hát szabálytalan, és hát veszélyes lehetne.